Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez az L és L 5. adása. Én Miskolci László vagyok. Arany László. És a mai témánk nagyon megosztó, ugyanis a reptiánokról vagy hüllő emberekről fogunk beszélni ebben a részben. De előtte, ahogy ígértük, ugye sorsolnunk kell, játéksorsolás lesz. A második adáshoz fogunk sorsolni. Igen, még csak a második adáshoz, mert ugye mindig elmondjuk, hogy bizonyos időközönként tudunk találkozni, és itt sajnos felhalmozódnak úgymond a nyeremények. De mindent kiosztunk. Így van, tehát az első adásnak is a nyereményét kisorsoltunk. Most és most én fogok sorsolni. A kötet pedig a Miskolc Laci munkája, ő majd elmondja és mutatja, és pontosan miről van szó. Amit megnyerte Májer Gábor Pécsről. Nagyon szépen köszönjük a megfejtését, gratulálunk neki, a dedikált példányt pedig elküldjük. Igen, és ez a könyv lesz az, az Okkult Viril Társaság és a Náci UFO-k rejtélye, és ahogy Laci könyvét is mind a ketten dedikáltuk, ez is szintén mind a kettünk alá fogja majd írni, úgyhogy sok szeretettel gratulálunk. És majd akkor küldjük a könyvet, meg ugye felvesszük e-mailbe a kapcsolatot, mert a válasz az e-mailbe érkezett. Miért még nekilátnánk a mai témánknak, nem akarunk geek szakértőként tetszegni, ezt senki ne értse félre esetleg. Szeretném megköszönni annak a közel 50 ezer embernek, aki az előző 4 adást eddig látta. És nagyon szépen köszönöm azt is, hiszen kérésünk volt, hogy hittérítők és különböző beszólogatók lehetőleg tartsák távol tőlük magukat tőlünk. Szerencsére az utolsó egy-két részhez már csak teljesen pozitív és rendkívül építő jellegű hozzászólás érkezett. Nagyon szépen köszönöm nekik, és majd szeretnénk őket esetleg, hogyha hozzájárnak népszentesított helyenként megemlíteni, mert rendkívül előremutató a véleményük, a hozzáállásuk, és ezzel valóban az indul el, amit mi is szeretnénk, hogy együtt kutassunk, mert ebben ez a csodálatosan szép, és igazából, hogy kitűztük a célt ezelőtt 4 hónappal, a hazugságot együtt leplezzük le. Mert pontosan a mai téma az, amihez nem kevés 8 oldal, csak a jegyzetem, és nem tanultam meg fejből, elnézést kérek mindenkitől, mert ennyit pláne zöldségből nem igazán érzem, hogy meg kell tanulnom, úgyhogy helyenként és jön olvasni fogok. Szeretnénk ezt az egész geek reptilián összeesküvést leleplezni, visszavinni, megmutatni, hogy egészen minimális számú embertől indult csak ez el, és hogy ehhez hogyan kapcsoltak bele különböző újabb és újabb mesemondók. Ezt a folyamatot szeretnénk bemutatni. Igen, és itt persze azt is el kell mondani, hogy nagyon jól tudjuk, hogy ez most óriási divat lett itt minden gyíkemberezni, meg reptiliánozni, és nagyon sok hírportál erről számol be, úgymond ami a UFO témával vagy más hasonló témával foglalkozik. Hát azt előre ki tudjuk jelenteni, hogy mi nagyon sok mindent elvetünk ebből a témakörből, és csak egy, szerintem csak egy nagyon minimális marad meg, aminek úgy mondom, én legalábbis a részemről lehet valamilyen alapja, az összes többi az nálam, hát úgymond nem állja meg a helyét UFO-kutatási szempontból is. És hát azt is el kell mondani, hogy mi mindig úgy szoktunk felkészülni Lacival, hogy kikeressük a témákhoz a kapcsolódó anyagokat, meg amit ugye fejből tudunk, és akkor vázatolunk. Hát most itt összevetettük a vázatot, nagyon jó, mert végül is Laci is teljesen más dolgokat írt le, ez az egy témán belül, meg én is más dolgokat írtam le, úgyhogy itt egymás mellett mellett haladunk majd, és akkor Laci is mondja azt, amit összeírt, meg én is mondom majd, amit összeírtam. Igazából az irodalmi hátteret vizsgáltam végig, illetve azokat a személyeket, akik felbukkannak, mint geek szakértők, és azt a jövőképet, illetve azt a emberiségre ráhúzott hátteret szeretném bemutatni, amit ők néhányan kitaláltak. Például egyik ilyen kiinduló elmélet, melynek kapcsán Len Kasten, egy dán úriember, aki egy könyvet is ír a témában, azzal nyit, hogy tulajdonképpen manapság H.G. Wells Időgép című regényének jövőjét valahol már éljük. És ez a jövő arról szólna, hogy ugye vannak az emberevő morlokok, akik a föld alatt élnek, és azért tartják jó módban már csodálatosan szép és paradicsomi állapotban az előkat, hogy aztán elkábítsák, elhúzzák és megegyék őket.
Pontosan ilyen párhuzamot igyekszik vonni a szerző a jelen csúcstechnikás civilizációnk és annak irányítói, akik szerinte a reptiliának az a hüllők között. És pont azt állítja, hogy emberek millióit rabolják el a Föld különböző pontjain azért, hogy hüllő táplálékú szolgáljanak többek közt. Na most ez az úriember, ez a Lancaster felvázolja a reptiliának történelmét, ahogy harcolnak sok-sok millió éven keresztül, különböző csillagrendszereken keresztül a humanoid fajokkal szemben. Megemlít bizonyos galaktikus föderációkat, egységbe tömörült népeket. Azután persze, ez sosem maradhat ki, ugye a földi illuminátus szabadkönyves bankárvilágot pedig a reptiliának és a hüllők bábjaként állítja be. És erre szoktam azt felvetni, hogy nem gondolnám, hogy ahhoz valakinek hüllőnek kell lenni, hogy olyan erkölcstelenségeket és olyan udarás dolgokat kövessen el, mint néhány bank, mondjuk a valutahivitelek kapcsán. Igen. Tehát nem gondolnám, hogy itt a hüllőknek kéne mögöttük lenni. Igen. És hát ugye azt mondjuk nem fejtettük ki az elén, tehát hogy itt arról van szó, hogy vannak bizonyos földön kívül fajok, akik hüllőknek néznek ki, tehát két lábokon, két kezük van, aztán itt van változó is, hogy van szárnya, nincsen szárnya, van hosszú dinoszaurusz-szerű farka, vagy nincsen, és ők irányítják a világot már évezredek óta. Tehát itt az alapkoncepció az ez, és mindig persze a háttérbe szorulnak, és vagy a Föld alól jönnek, vagy XY csillagképből, de majd erre is ki fogunk térni, hogy ez miért is problémás, vagy miért lehet problémás. És hát ugye itt, ahogy meg lett jegyezve a szerzőtől, tehát ő itt ezt visszavezeti nagyon sok ezer vagy millió évre, és ugye ilyenkor felvetődik az ősi idegen elmélet, amikor földönkívüliek látogatták meg a bolygónkat, hogy vajon több ezer éve ezelőtt itt lehettek a reptiliánok, avagy sem. Vagy akár millió évek óta, hiszen elég Krémó könyvére gondolni, az emberiség eltitkolt történelmére, ahol bizony már milliárd éves megmunkált eszközökről beszél és mutat be fotókat, tehát az emberi fejlődés, a Homo sapiens sapiens az csak egy hajszál kis szelet a Föld teljes történetében, még abban a történetében is, ahol már intelligens lények éltek a Földön, fogalmunk sincs sokszor, hogy milyen jellegű idegen vagy esetleg földi lények. A lényeg az ebben a történetben, amit most elkezdtünk mesélni, hogy igazából nagyon kevés emberhez lehet kötni a kiinduló gondolatokat, és ilyen például az egyik történésznek titulált személy, ez a bizonyos Robert Morning Sky, akinek Hopi és Apache legendái a hüllőkkel kapcsolatosan az említett törzsek körében teljesen ismeretlenek. Uh-huh. Tehát miközben azt állítja, hogy egy törzsi legenda, hát ilyen nincs ilyen törzs legenda, legalábbis a többi törzsbér indián nem tud ilyesmiről. Szerintem például Alex Collier, akinek az életrajza fellelhetetlen. Általános kontakt, aki Andromeda beli lényekkel állt kapcsolatban, vagy áll kapcsolatban. Aztán itt van a következő Wes Penner, aki az illuminátus hírek írója, az iskai védettsége nem ismert. És itt van végül David Icke, az aki a legismertebb. És valószínűleg ő az, aki az egészet kitalálta, aki futballista volt, majd a BBC sportriporteréből avanzsált leleplezővé. Most a futbolisták meg az intelligencia kóciens kérdés az számomra elég egyértelmű. Tehát nem gondolnám, hogy itt maga David Icke az, aki a szerző lenne, hanem jó ismert ember révén valószínűleg vele játszották el. Aztán itt van ez a Bruce Allen de Walton, akit Brenton álnéven ismerhetünk. Az életrajza szintén nem érhető el, a Wikipédia ugyanis törölte. Ezt írja ki a Wikipédia, hogy törölték az életrajzot. Tehát öt emberről van szó. És milyen öt ember? Ugye felkészültségük, tapasztalatuk, szakértelmük megetősen kívánni volt, hogy maga után. A hitelességük az lényegében nulla. Hiszen nem lehet megtudni, hogy kik ezek az emberek, vagy mik ezek az emberek. Ugye például az én saját szakmai életrajzom fönn van a neten, mióta van internet. Ha én merem azt vállalni, hogy mikor, hol végeztem, és mit, akkor ők miért nem merik ezt vállalni,
ez a kérdés számomra nem elfogadható, hogy ők most félnek és azért nem merik, mert nehogy háborgassák őket. Ugyan? De attól azért nem félnek, hogy mindenki jobbnak a nagy titkokat. Meg a millió dollárokat bezsebeljék, nem rígylem tőlük. Ők egy mozgalmat indítottak el, és én ezt a mozgalmat inkább már őrületnek nevezem, miszerint a Földön gonosz reptilianok élnek, és beépültek a gazdasági életbe, elfoglalták a földi gazdasági vezető családokat, és így módon akarják rajtuk keresztül megoldani az emberiség kiirtását, azaz fajunk vesztét. Na most azért ehhez tudni kell azt, hogy a bolygón jelenleg él kb. 7,5 milliárd ember, a 7,5 milliárd ember megtermel bizonyos mennyiségű javat, jövedelmet, a 7,5 milliárd ember által megtermelt összjövedelem az nagyjából az emberiség 5%-a kezében összpontosul, és ez néhány tucat család. Ez igaz, de ezt, hogy hüllőkre vigyék vissza, vagy gonosz föld alatti manókra, ez szerintem teljesen nonsens. De azért ezt hozzátenném, hogy most függetlenül attól, igen, tehát kiindulási pontnak az mondjuk eléggé meredek, hogy itt vannak emberek felsorolva, és alig van valami róluk az interneten, hogy honnan jöttek, előtte mit csináltak, egyébként szinte csak a David Icke-ról lehet megtalálni, hogy XY tevékenysége volt, a többi az semmi. Ez még úgymond problémás, az viszont annyira nem mondanám annak, hogy milyen végzettsége van. Tehát inkább abban van a probléma. Nem az a lényeg, hogy ki mondja, persze bizonyos szempontból az is lényeg, mert attól függetlenül tegyük föl a sarkon a fűszeres beárulja a kaját, attól még lehetnek jó gondolatai, vagy lehetnek jó meglátásai, mint ahogy a tudósoknak is lehetnek ostoba kijelentéseik. Vannak is. Igen. De itt inkább az a probléma, hogy tehát a sarki fűszeresnek, tehát ezeknek a személyeknek is vannak buta gondolataik, vagy éppen megcáfolható dolgaik, amiket a nagy közönséggel el akarnak hitetni. És mi ki is fogunk arra térni, hogy miért megcáfolhatóak ezek a dolgok. Tehát nem csak azt mondjuk, hogy David Icke egy gonosz csúnya ember, és ne higgyetek neki, hanem végig fogunk menni bizonyos pontokon, hogy mi az, ami az ő elméletében lehet helyes, és mi az, ami egyértelműen nem állja meg a helyét. A szakmai sajt azért szoktam erőltetni, most nem azért, mert nekem van, hanem azért, mert ha valakinek nincs bizonyos szakmai képzettsége, nem ismeri a szakmai nyelvet. És ahhoz, hogy egy témában, UFO téma, rendkívül összetett téma, a fizikát, az ős magyarság, minden benne van. Hogyha nem ismer valaki a szakmai nyelvet, akkor nem tud érdemben normálisan hozzászólni és érvelni, és elmeteket feltenni és cáfolni. Tehát én ezért nyaggatom a szakmaiság vonalát, de azt teljesen igaza van, attól valaki szakmailag képzett, még mondott nagy hülyeségeket. Tehát ez nyilván nem zárja ki a kettőt, de azért feltételezi azt, hogy ha valaki jó szakember, és a szakmaiságát jól tudja, és ismeri a szakmai gondolkodás szabályait, nagy ökörséget nem mond. Valószínűleg. Ezért várnám én lesz valahol, hogy legalább ezt tegye közé, de nyilván nem fogja, mert ilyenkor az merül föl bennem mindig, hogy nincs neki egyszerűen azért. Ami a probléma az, hogy ezek az emberek, ugye aránynak kevesen vannak, később majd csatlakoznak hozzájuk mások is, soha semmilyen bizonyítékkal nem álltak elő. Tehát az, hogy egy kormány dokumentumnak nevezett valamit bemutattak, egy fénymásolt dokumentumot, ahol minden név ki van feketével satírozva, ez nem dokumentum. Ilyet bárki csinált otthon, akinek van egy régi írógépe, netán esetleg stencilkészüléke, tehát ez nem probléma. Hogyha ott volna valamilyen név, akkor azonban el lehetne indulni. Tehát fura mód mindig a nevek hiányoznak. De még ha valódi is a dokumentum, hát sokat nem érünk fel, mert ha ki van húzva belőle minden, hát az a mitusz kezé, tehát nulla információ tartalma van. Lehet hozzájutni titkos dokumentumokat, hiszen vannak bizonyos időtartamok, amikor a titkosításokat feloldják. Például nemrég készítettem el az amerikai titkos katonai holdprogramnak, a Lunexnek és a Horizontnak a fordítását. Ezen ott vannak a nevek, minden rajta van. Holott ez egy szigorúan titkos katonai dokumentum volt 60 éven keresztül. Tehát nem gondolnám azt, hogy ha valóban valami tényleg szigorúan titkos katonai, és már lejárt mondjuk 47 Roswell, az már elég régen volt, a titkosítási határidő, hogy ott ki kéne neveket húzgálni. Tehát itt már nincs személyiségi jogi védelem, szó sincs róla, szerintem itt inkább hamisítások vannak.
Meg ugye ott van Amerikában az információs szabadság, igen, a törvény. Ki lehet perelni a kormányból a dokumentumokat, tehát ilyen nincs, hogy kihúzgálom a neveket. Igen. Bár mondjuk nagyon jó példa az UFO esetek, hogy nagyon sokszor kezdeményezték a XY esetre a dokumentum kikérését, és akkor oké, megnyerték a pert, az illetők, az UFO kutatók, és akkor 100 oldalból megkaptak 50-et. És akkor mit tudnak csinálni? Hát semmit, az állam nem adott ki nagyon sok dokumentumot. De például a britek, a franciák több 10 000 oldalt tettek nyilvánvalóvá, nyilvánosság számára elérhetővé UFO dokumentumokat. Tehát ország is válogatja, Chile, Mexikó, Brazília ugyanúgy, tehát ott ez nem titok. Valamiért az amerikaiak sokkal keményebben állnak hozzá ez a dologhoz. Ki tudja miért. Nos, az a Morning Sky azt állítja, hogy miközben nem tudni, hogy hol adta ki a könyvét, az sem, hogy mikor, az sem, hogy melyik kiadó. Tehát ezek olyan furcsa dolgok. Ugye van egy könyv, amiről senki nem tud semmit, de van ilyen könyve. Jó, mindegy. Szerintem a reptiliánok harcba bevonták a nőstényeket is. És a nőstény harcosok, a hímek együtt egy szitakötő méhrajhoz hasonlítottak, amikor támadtak, és az ellenfeleik szemében mérget fecskendezve tették őket harcképtelenné. Oda mentek a helyszínre, most tessék elképzelni, különböző féreg lyukakon és különböző tértechnikai módszerekkel, tehát olyan csúcs technikával, amivel a Földön kívül csak rendelkezhetnek, aztán semmi, még egy lézerkart sem, szemen köpön méreg az ellenfelek. Ez nagyon komoly állítás, tehát csak a hosszú-hosszú alakon keresztül magyarázza, hogy az milyen méreg. Még jó, hogy erre a könyvre nem találtam rá, mert nekem ez most ez újabb. De... Erre senki nem talált rá, de a könyv által létezik. Aztán ugye ezek a nőstények, hát hiszen nőstények és hüllők, ráadásul hobbiciklussal bíró hüllők voltak, ezektől megszabadították őket, hogy tudjanak harcolni. És később már a harcosok hosszú pengélyű késekkel és lándzsákkal is felszereltek a méreg köpködés mellett. Igazi fejlett technológia. Rendkívül fejlett technológia, és a könnyek éjszakáján pedig ezek a nőstények, mert úgy bejöttek a harcokba, átvették az uralmat a hímektől. A katonákat ledrogozták és elmekontroll irányítás alá vonták, és Morning Sky is kikövetkezeti persze, hogy a második világháború alatt nyilvánvalóan a náci németek és a japánok és a reptilianok uralma alatt álltak, és ugyanis pontosan ilyen technikát alkalmaztak. Ami furcsa, hogy ez a Morning Sky indiánnak tartja magát, viszont a 100 milliónyi indiánt lemészáló spanyol és angol konkvisztádrokról, vagy az atombombákkal, tömeggyilkosságot elkövetőkről, vagy a különböző szőnyegbombázásokat elvégzőkről, akik porrá romboltak városokat, ahol már csak gyerekek és idősek éltek, ezekről nem beszél. Csak ugye a gonosz náci, meg a gonosz japánok, saját fajtás üret kiirtókról viszont mélyen hallgat. Tehát ezek olyan gyanús momentumok, amire én odafigyelek, és emiatt az egész ugye elkezd az lábán ingadozni. Még egy gondot, Lacikám, aztán rögtön átadom a szót, csak ezt a kis szakaszt befejezem, és az olimpiai játékokat is a gonosz reptiliánok találták ki, mert hogy azért kellett ez az olimpiai játék, hogy a legjobb sportoló lehetett a reptilián királynővel együtt, ő párosodhatott vele. Hű! És mivel a brit birodalomban is nagyon sok a királynő, és az erős királynő, hát biztos, hogy oda is beszivárogtak ezek a gonosz reptiliánok, sőt, még a Lewis Carroll Alice Csodaországban című mesében megformált királynő ugyancsak reptilián mintát követ. Na, most már te követed, Lacika. Hát most már meg sem tudok szólalni ezek után. Nekem kicsit ilyen propaganda anyagnak tűnik, tehát nagyon elválasztja, hogy kit sor az is, kit nem. Meg ez a Morning Sky lehet egy indián név, de lehet, hogy csak egy sima írói állnév, nekem inkább annak hangzik. Fényképpen te lehet róla találni. Tehát valószínűleg létező személy, de hogy ki adta ki a könyvét, mikor, meg mi a címe, meg egyáltalán, hogy erről nincs információ. És akkor kiderül, hogy a ókori görögök, ugye az, aki az olimpiákat csináltak, azok is reptiliánok voltak részben. Persze, mindenki reptilián volt. Tehát ez a ló túlsoldala elég vastagon, és hát még csak az eleje, úgyhogy még bőven fogjuk folytatni ezt a gondolatmenetet. De itt még azért becsatoljuk, hogy akkor, ha már az ókori görögök, hogy akkor régi-régi múltban hol találhatóak úgymond gyíkember-szerű lények, vagy reptiliánok. Itt vannak ugye az ősi mítoszok és legendák, amiben nagyon sokan az idegenek itt létét olvassák ki.
ami hát szerintem igen mutat egyfajta valós elemeket, és vannak benne olyan motívumok, amikor félig hüllő vagy félig emberszerű lények is szerepelnek ezekben a mítoszokban. Például ott van ugye az asztékoknál a Quetzalcoatl, aztán a kínaiaknál ugye a sárkányok, ezek hol szárnyas lényekként vannak ábrázolva, hol csak inkább ilyen kígyószerűen úsznak a felhők között. Magyar népmesék. Igen, magyar népmesék. Ehhez hozzá kell azt is fűzni, hogy itt általában inkább jóindulatú istenekként vannak bemutatva, például a kínaiaknál sárkány az jóindulatú. Nem úgy, mint itt a Európában, hogyha vannak is sárkány legendák, tehát nem úgy, mint a Szent György megközd a sárkánnyal, ami rossz, vagy rosszat akarja a világnak. Tehát ezek inkább jóindulatú lények, akik aztán elhozták a tudást a földre, és akkor szétosztották az emberek között. Igen, ám egy közvetés, hogy azt állítják, hogy a dinoszauruszok 64 millió évvel ezelőtt kihaltak. Rendben, de akkor a Szent György kitölt meg, vagy mi tölt meg? Igen. Ez egy ilyen kis felvetés. Az ausztrál mandzsina mítoszokban ott van például egy lény, aki Kidilinek hívják, aki a Holdon lakott, és Kidili néha átjött a földre, hogy megölje az embereket. Itt már kicsit azért rossz indulatúságról van szó. Aztán ott van az iszlámnál a dzsinek, vagy a nagák, akik néha hüllőszerűek, és félig emberek, tehát félig kicsit ilyen krokodilfejűek, vagy pikkelyes bőrűek. Tehát itt azt szeretném mondani, hogy igen, van egyfajta reptilián vonal az ősi isteneknek is, de nem egészen abban a formában, mint ahogy most próbálják tárolni a 21. században. Japánban is vannak ősi tekercseken félig ember, félig békaszerű vagy hüllőszerű lényekről is szók, és persze a szentíratoknál tartunk, akkor ugye az édenkert hüllője, ugye a kígyó is ott van, tehát itt viszont megoszlik, mert ugye ott a kígyó a rosszat, de bizonyos teológusok szerint meg egyáltalán nincs erről szó. Tehát itt ez pedig megosztó inkább. A gnosztikusok meg pont az ellenközét mondják, hogy a kígyó az, aki igazából az értelmiséget képviselte ott a paradicsomban. Igen. Igen, az ősi szobrok valóban vannak ilyenek, tény is való nyilván, viszont nem lehet tudni egy ősi szoborról, amit valahonnan megtalálnak, hogy az például nem egy gyerekjáték. Ugyanis pont a majáknál fur az elő, hogy egy keréken guruló kis lényt találtak, valamelyik sír, melyikben nem tudom, és akkor azt mondják, hogy hát ez gyerekjáték, mert a maják nem ismerik a kereket. A kis gyerekjáték az keréken gurult, de a maják nem ismerik a kereket. Úgyhogy ez sajnos nem egyértelmű ilyenkor, hogy egy lehet tényleg gyerekjáték, vagy valami szakrális úgymond tárgy. Nem lehet mondani, hogy ha valaki kiássa 1000 évek múlva az én gumikutyájaimat, hogy akkor én mostan gumikutyák uralma alatt álltam volna, tehát nyilván ezt nem lehet mondani. Igen, a másik pedig, hogy ugye tény is való, hogy vannak olyan szobrok, azt mondom, hogy Mezopotámiából származnak, amikor tényleg gyíkfej van az adott lénynek. Ezek nagyon-nagyon sok helyen elterjedtek az interneten, különböző weboldalakon, mint úgymond bizonyíték. Nem akarunk szkeptikusak lenni, tényleg látszik, hogy ez egy humanoid gyíkszerű lény, viszont hogyha hüllő, akkor felvetődik az, hogy a szobornak miért vannak emlői, amikor éppen szoptatta a gyereket, tehát ez megint nem passzol össze. Tehát most akkor vagy eleven szülő, vagy nem, tehát ez biológiai szempontból pedig nem állja meg a helyét. Kimegyünk a Velencei karnevára, annyi átot látunk, amit csak akarunk. Igen. Fotókon megörökítjük, lerajzoljuk, lefestjük, megtalálják 1000 évek múlva, azt mondják, hogy hú, mik voltak ezek, kakas fejűek voltak, mert nem tudom micsoda. De nem akarjuk elkomolytalankodni a témát, csak egyszerűen nehéz eldönteni a mai szempontból, hogy az az adott dolog, mit akar ábrázolni, valós lény van-e ábrázolva, vagy egyáltalán nem. Vagy pedig a totemállatot jelenti, hiszen rengeteg sok ősi törzsnek volt totemállata, és a totemállattal jellemezték őket. És miért ne lehetne az, hogy az adott törzsi sámán a totemállatot ölti magára, hiszen így akarta annak a bizonyos állatnak az erejét, tudását áthívni magára a törzsre. Ez abszolút bevett szokás volt. Tehát nem könnyű ezt eldönteni egy-egy esetben sem, pláne így általánosságban. Hát mondjuk azt, hogy akkor ebben lehet valami az ősi legendákban, hogy a földönkívülek egyik faja esetleg valamilyen szinten hüllőszerű volt, ebbe semmi kivetnivalót nem látok. Lehetséges. De mikor tényleg kicsit itt túlzásba esnek, hogy már mindenféle szobrot előkaparnak, hogy legyen valamilyen bizonyíték, az nem állja meg a helyét. Ugye így van például az Anunnakiknál is, akiknél
Például az egyik nagy szerző azt mondja, hogy emberszerűek vagy madárszerűek, a másik pedig már azt mondja, hogy ezek egyértelműen reptiliánok. Tehát ez megint nem passzol össze egymással, holott főleg az, hogy az Adunakikról meg a hasonló sumér istenekről már vannak úgymond sztélék, ahol egyértelmű, hogy nem pikkelyesek. Az egyértelműen látszik. És hát Zichin, majd őróla beszélni is fogsz, csak ugye az Anunnakiknál őt hozzák föl. Hát volt olyan, aki azt mondta, hogy a reptiliánok vagy a hüllőszerű istenek a Nibiruról jönnek. Ez megint egy megfoghatatlan dolog. Én ezt, hogy úgy mondjam, régen nagyon elhittem, de hát mindig bedatálták, hogy mikor fog visszajönni a Nibiru, mert ugye nagyon más pályán kering, mint a itteni naprendszernek a bolygói, hát soha nem jött vissza, mindig betotálták, hogy 1999-ben, után 2012-ben soha nem jött vissza, és ugye hát itt felvetődik, hogy ilyen pályán keringő bolygó, ami a naphoz képest hol nagyon közel van, tehát akkor tűzforró, hol nagyon távol van, akkor jéghideg, hogy tud megélni bármilyen faj. Ez nekem már nem álljon meg. Vagy általán bolygó, és nem egy törpecsillag, több bolygóval, vagy egy magnetár, tehát még azért ez is kétes, hogy mi lehet egyáltalán. De ez is csak az egyik verzió, hogy honnan jöttek ezek a gyíkemberek, a másik az majd a Ike-hoz, meg a többi szerzőhöz lesz kötve, hogy milyen csillagrendszerből, vagy csillagképből. Most még egy picit viszont folytassuk a Morning Sky mesét, ez nem a Rémusz bácsi, hanem a Morning Sky mesé. Ő azt állítja, hogy a reptilián tudósok évmilliók alatt kifejlesztették a királynőjük számára a halhatatlanságot, és emiatt folyamatosan új hímekkel látták el. Időközben azonban millió évekről van szó, felemelkedett a farkas birodalom, amelyek tagjai csillagközi űrhajóikkal járták a teret, és a legyőzött ellenfeleket felfalták. Gonosz farkasok. És már kezdtek veszélyessé válni a reptiliánok uralta 9 folyosó vidékére, amikor a halhatatlan királynő szövetségét ajánlott a számukra, amit el is fogadtak, és innentől kezdve elkezdték a galaxist együtt pusztítani. A viselkedésük, a fegyverzetük és a külsejük alapján Morning Sky párhuzamot von George Lucas a Csillagok háborúja című filmjeivel, csak ugye az a kérdés, hogy melyik volt korábban, mert a Morning Sky munkáit nem igazán lehet elérni. És akkor csatlakozott ugye a mesemondó, ez a szűk csapathoz, úgy hívják, hogy Stuart Swerdlow. Szerintem orosz, tehát Swerdlov lehet minden zokszó nélkül. Egy példát csak így közbevetésként, tehát ezeket, amiket leír a könyvébe, azokat honnan szedte az előző szerző. Nem tudjuk. Tehát leír egyfajta csillagháborút, hát én máshonnan, más hagyományokból nem ismerem ezeket, tehát én nem hallottam róla. Hasonlít is, az beszokott jönni ezekben a körökben. Tehát Swerdlov viszont elérhetőbb, kicsikét jobban, habár az életrajza neki sincs, tehát azért annyira ő sem vitte túlzásba, hogy lemerjéni a saját életrajzát. Viszont azt leírta, hogy gyermekkorában őt többször elrabolták, és megint az idegenek, de később, amikor már felnőtt volt, annyit legalább beismert, hogy ezeknek az idegeneknek tulajdonított elrablások mögött bizony az idegenekhez semmi köze, hanem ezek bizony nagyon is katonai elrablások voltak. Egy jó pont neki. Viszont ő is kőkemény szabadkönyves. David Icke-kal szorosan összeszűrték a levet, több könyvük készült kölcsönhetve David Icke közbenjárásával, közreműködésével. Hát valószínűleg Icke kicsit segített az agyrémeket terjeszteni, átadni, és Swerdlov erre nagyon vevő volt. Ugyanis ő is írt egy hosszabb eposzt immár, ahol a reptiliánok és a velük szövetséges farkas népek a Land csillagkép vidékén élő humanoid fajok hogyan találkoznak, és utána hogyan kezdenek el háborúskodni. Persze ő sem bizonyít semmit, és még a stílusra is csapni volt, tehát legalább írni megtanult volna, de hát az sem igazából sikerült neki. De azért kiadták nagyon komoly háttérrel 14-ben a könyvét, az Igaz világtörténet a címe, az emberiség szagája. Viszont a könyv elején tesz egy igaz kijelentést, néha ráhibáz ő is, hát szíve joga. És ez így szól, hogy minden, amit eddig a bolygó történelméről tudtunk, az egy az egyben hazugság. Na, ebben igaza van.
de hogy egy hazugságot egy másik hazugságra kicseréljen, ebbe viszont nagyon nincs igaza. Nagyon szeretem, mikor mindig jönnek ilyen szerzők, és maguknak betulajdonítják, hogy na majd most én elmondom az igazat, és hogyha egymás mellé teszünk 10 ilyen könyvet, akkor mindegyik más mond, és akkor melyik az valódi? Mint a vallások kapcsán sokszor, enyém az igaz vallás, a többi mint hazudik, de hát mind más néha. Utána viszont egy teljesen vad fantáziásba kezd, és nem zavarja, hogy a csillagképek, csillagai adott esetben akár több száz vagy ezer fényére vannak egymástól. Semmi nem zavarja, az sem, hogy flare csillagokat, nova csillagokat nevez meg, mint otthon bolygókat különböző élőlényeknek, és azt állítja, és nekem nagyon tetszett, hogy a Földre a dinoszauruszokat a reptilianok hozták le, méghozzá tápanyagként. Akkor még ugye nem volt embert egyenek, tehát akkor biztos azért hoztak dinoszauruszokat, és elképzeltem, hogy a 100 tonnás argentinosauruszt lepakolják itt egy ilyen gigász űrhajóval. Tehát ez teljesen vicc, az, hogy megegyék hát 100 tonnással. De otthon nem tudták megedni? Vagy minek kellett ide hozni? Hát mert meg akarták a Földet szállni, és kellett hozzá kaja. És ez a Sverdlov úgy dobálzik a milliárd évekkel, mint a gyerekek a strandlabdával a tengerparton. Tehát semmiféle, még összeadás kivonás szintjén sem hiteles az illető. Itt mindjárt idézett, majd parancsolj. Ja, semmi, csak itt a milliárd évekről jutott eszembe, meg a dinoszauruszok kapcsán, hogy itt közbeszólnám a teozófiát, amikor is Blavatsky asszony leírta a teozófiának az alapműveit. Én nem mondom azt, hogy a teozófiában minden egyes dolog az hamis, vagy nem igaz. Szerintem vannak benne nagyon jó meglátások, de például felosztotta több milliárd évekre, vagy millió évekre úgymond a bolygó történelmét. Mindig egy-egy korszak, lecsengése után katasztrófák történtek, és különböző civilizációk pusztultak ki. Ami lehet igaz, de ő itt közbeszúrja ugye a Lemúria történelmét, és azt mondja, hogy Lemúriában hüllő emberek éltek, akik viszont, ahogy korábban Laci mondta a másik szerzőné, nem hiper-szuper fejlett fajok voltak, hanem egyfajta rongyos ruhákból jártak és dárta-szerű fegyverük volt, valamint, hogy megszelídítettek bizonyos dinoszauruszokat, akiket úgymond hátos állatnak használtak, tehát egyfajta háziállatként vagy haszonállatként. És hát ugye ők később kipusztultak, a maradék túlélő példányok pedig szétszóródtak a világ minden táján, és esetleg ők is lehettek istenek, akik egyfajta tudást adtak át akkori fejletlen emberiségnek. De hogy erre hol vannak utalások úgymond a régi iratokban, én ezt nem tudom megmondani, mert ugye a teozófia nagyon szeret a keleti hagyományokra, vagy a misztériumokra utalni, mint forrása, vagy éppen a szanszkrit iratokra. Nagyon sokszor azt vettem észre, hogy vannak igen valóban utalások, amiket ők kiragadnak, de nagyon sokra viszont egyáltalán nincs meg a pontos forrása, és még a teozófusok sem tudják, hogy az éppen a több ezer oldalas szentiratból honnan ered. Ők csak elfogadták úgymond igaz tanításként, de nem ellenőrizték rá, hogy az vajon tényleg úgy van-e. Tehát Blavatskynál is megfigyelhető egyfajta kettőség, hogy írt igaz dolgokat is, meg írt hamis dolgokat is. Lesz szó Lemúriáról, hamarosan Sverdlov munkásával kapcsán is, de hogyha ez följött, ez a háziállat dinoszaurusz, valóban vannak ilyen itza kövek és ilyen maja sztélék, ahol egyrészt dinoszaurusz hátas állatként van ábrázolva, másrészt meg gyerekjátékként van ábrázolva. Tehát ez a része ott van. De hogy egy brontosaurus esetleg intelligens volna, vagy egy, gigantopithecus, az nem tűnik valószínűleg. Az viszont igen, hogy az a dino kiholás ilyen, mert amit ránk próbálnak tenni, az egyetőben hamis. Tehát a dinok nem pusztultak ki 64 millió éves, sőt nem akkor pusztultak ki egyáltalán. Én pont ide beszúrnék még egy dolgot, hogy ugye nagyon sok úgymond dinoszaurusz ember ábrázolás van. Én úgy vagyok vele, hogy szerintem az élővilág nagy része akkor ugye kipusztult. Esetleg felvetődik az, hogy pár dinoszaurusz, most itt persze nem egy-kettőről van szó, mert akkor nem tudnánk tovább szaporodni. Tehát jó néhány dinoszaurusz túlélte ezt a bizonyos nagy katasztrófát, és esetleg kiúszhatták valamennyi ideig, míg végül teljesen kihaltak. És itt ugye vannak ugye az ikakövek, vannak különböző ábrázolások, a világ minden tájáról, amikor ember és dinoszaurusz együtt van ábrázolva, és nem lehet minden tárgyra ráhúzni azt,
hogy ő hamisítvány. Mert ősibb a tárgy maga, mint hogy az első dinoszauruszt 1870-es évben megtalálták. Az icaköveknél is, meg a majasztéknél is, hát sokkal ősibb az az ábrázolás. Igen. És itt nem vannak, lehet. Igen, igen, és itt vannak ilyen kínai vázák, csészék, és valószínűleg ezekből a fennmaradt úgymond dinoszauruszokból, bármilyen hajmeresztője is hangzik, hogy tényleg pár darab túlélhette, ezekből erednek a sárkány kultuszok is esetleg. De nagyon látszik az ábrázolásokon, nem tipikus sárkány van rajta, hanem be lehet még a fajt is azonosítani, hogy melyik dinoszauruszról lehet szó. Stegosaurus annyira jellemző a háti páncél, tehát kétség nem fél nagyon sokszor hozzá. Tehát itt is esetleg tetten érhető, nem azt mondom, hogy reptilián vonal, hanem a túlélő hüllőkből egyfajta mítosz is kialakulhatott a későbbiekben, vagy találkozhattak hüllőszerű lényekkel. Ahogy különböző vallások különböző állatokhoz kapcsolódnak, a teknőshöz, az elefánthoz, tehát nem látom ennek semmi okát, hogy miért ne hüllőkhöz csatlakozhatnának, nagy testű hüllőkhöz. És persze itt van a kriptozoológia vonal, tehát mikor a, Loch Ness, meg a többi olyan állatokról van szó, amiknek úgymond kérdéses a létezése, de nagyon sok helyen, nagyon sokszor látták őket, ott van a Loch Ness-i szörny, bár én abban már eléggé kételkedem az élőhely miatt, ugye... Nyitott csak a csatorna, a Caladon csatorna óceán fel nyitott, tehát nyugodtan tudnak közlekedni. Igen, de mondjuk ami nagyon-nagyon érdekes, ugye az Mokka elemembe legendája, Afrikában. Tehát inkább Afrikában ott azért a fejletlen törzsek, tehát nem civilizált törzsek, olyan lényekről számolnak be, amiről ők nem tudhatnak, és amikor eléjük rakják a őshülükről a könyveket, vagy a többi állatról is, azon nyomban rádöknek, hogy ez a fajta élőlény az, amire leginkább hasonlít ez a bizonyos mokelmenbe. Tehát ott lehet valamilyen alapja nem a, is kevés. A dolgoknak. És hogy kértek ezek a hüllők a földre? Nem rögtön, ahogy Laci mondta, meg én is az előbb, hanem először Sverdlov szerint a Vénuszt foglalták el a sárkányi drakonida reptiliánok, és onnan indultak a Föld gyarmatosítására. Hogy a dolgok könnyebb legyen, először létrehoztak egy holdat, méghozzá a Földünk körül, de ehhez nem egy természetes objektumot használtak fel, hanem ők maguk készítettek egyet, és erről szeretném a Laci felolvasni azt a bizonyos idézetet Sverdlovtól. Igen, tehát itt a stílus szokjuk. A holdról van szó. A hold egy mesterséges, üreges objektum. Amikor hanghullámokkal próbálták feltérképezni a hold felszínét, a visszatükröződések olyanok voltak, mint amilyenek az üreges testekről szoktak visszaérkezni. Nem forog, stabil helyzetében mindig az egyik oldalát mutatja a Föld felé. Pályája mesterségesen meghatározott, nincs szüksége korrekciókra. Tömege és tömegvonzása miatt mindig ugyanazon a síkon marad. Ez egy űrben leparkolt jármű, hasonló a szatelitekhez. Elektromágneses mezeje nincs. A sárkányok erről a járműről kolonizálták a Földet. Tehát így határozza meg a Holdat, és a későbben ugye Ike is ezt a vonalat veszi át, amikor a Holdról beszél. Egy hatodikos diák az már röhög, tehát azért annyira nyüzsög a teljesen ostoba állításoktól, hogy az már égbe kiált, nem is cáfolt, mert nincs mit. A Holddal kapcsolatban persze vannak különböző mítoszok meg legendák, valamint ott vannak ugye a különböző Hold anomáliák, mikor fényjelenségeket látnak. Ez egy egész más műfaj. Én a magam részéről úgy vélem, hogy a Hold az tényleg valójában egy égitest. Tehát, hogy nem forog. Tényleg egy égitest. Esetleg lehetnek benne úgymond barlangszerű járatok, de az se úgy, hogy áthálózzák az egész holdat, nem egyfajta mélyedések ugye, a kráterek miatt is, és esetleg a Földön kívüleket csoportja ott tartózkodhat, mint bázis gyanán. Nem úgy, hogy egy egész egy űrhajó, hanem bizonyos vájatokban, vagy éppen üregekben meghúzódhatnak a járművekkel. Tehát ezt csak a fényjelenségek miatt mondom, vagy pedig fel kell vetődnie annak, hogy egyfajta természetes jelenség is megfigyelhető a Holdon, amit nagyon hosszú évszázadok óta megfigyeltek a csillagászok is. De például Carl Sagan is azt mondta, hogy ha idegenek ide jönnének, a legjobb hely lenne a megfigyelésünkre a Hold. A Sverdlov, azt előbb nem mondtam, amit tudni kell róla, hogy ő a Montauk projektban volt, egy ilyen idő és tér utazásos programba, és hogyha őt bevették egy ilyen programba, általában bevették,
akkor két kérdés merül föl bennem vele kapcsolatban, hogy vagy soha életében semmi közel a Moontalk Projecthez nem volt, mert ennyire tudatlan embert nem alkalmazhatnak még ott se. Illetve szándéka hazudik, és mindenkit ostobának néz. Jó. Folytassuk a Sverdlovnak a történeteit. Ugye azt állítja, hogy azért kellett a Holdat létrehozni, hogy a dinókat is könnyebben lehessen a Földre eljuttatni. A reptilianok táplálása végett, ugye többek között a 100 tonnás Argentinosaurust, és hogy mindenre 1 millió évvel ezelőtt került sor. Most az nem zavarja őt egyáltalán, hogy a dinoszauruszok legalább 230 millió éve élnek a Földön, és hivatalosan 64 millió éve ezelőtt kipusztultak. Az egyébként nem jó, de a hivatalos tudomány ezt állítja. Az emberek ezt követően néhány százezer évvel később jelentek meg, tehát a szerző szerint körülbelül 500 000 éve. Előtte a Mars felszín alatt éltek az emberek, és utána kerültek ide a Földre. Na ám, de hogy? Most lép a képbe a Fény Galaktikus Szövetsége. Ez az! Gyújjon világosság. És ők sem akárhogy lépnek be a képbe, hanem a Marson a felszín alatt élő naplopókat kiválogatták, már úgysem csinálnak semmit, valami hasznuk legyen, és elküldték őket a Földre, frontvonalakra, hogy pusztítsák ki a dinoszauruszokat. És hozzájuk csatlakoztak egyéb marsi fajok, humán fajok, és szintén a Földre vitt az útjuk. Ők voltak a maldekiek az embereken kívül. Sverdlov azt állítja, hogy a lantiak leszármazottai, ők az átlánok, ugye a naplopók, és a maldekiek együtt gyűlölték a dinoszauruszokat, milyen rossz indulatok voltak, és elektromágneses pulzus fegyverekkel, nem tudom az milyen, de biztos, hogy van ilyen, Sverdlov, ha már ír róla, az összes dinót kiirtották. Eltarthatott egy ideig, mire így végiglövöldöztek mindenkit. Lemúrján egy egész kontinensen. De nem elégedtek meg ennyivel, mert valahogy, biztos félre lőttek szegények, ugyancsak kipusztult az összes prehisztorikus állat, tehát a mamut, a kardfogó tigris, a barlangi medve, az óriás lajhár, és így tovább, és így tovább. És ekkor a reptilián gyíkok a környező kontinensekre menekültek, Ausztrália, India, stb. És ott beásták magukat a Föld alá, és elkezdték kiépíteni a Föld alatti birodalmukat. De nem volt ez a háborúskodás, hogy nem tetszett szegény dínóknak sem, hogy írtják őket elektromágneses pulzus fegyverekkel, és ezért létrejött egy békétető tárgyalás itt a szomszédba, 2,3 millió fényévre a Földtől, a Hatona nevű bolygón, az Andromeda galaxisban. Egy Földről nyilván egy jó, egy biztonságos távoleső helyet váltottak. Az nagyon biztonságos hely. Földhöz képest, ahol meg lehet tárgyalni a béke feltételeket. És akkor ezen a tárgyaláson megegyeztek abban, hogy hát most már ezt az ellenségeskedést ezt felfüggesztik, és közösen a humanoidok és a reptiliánok létrehoznak egy új fajt a Földön, amely mindkettejük gényét fogja tartalmazni, és ez a bizonyos helyszín, ahol ezt létrehozták, nem volt más, ugye, mint az Édenkert, természetesen. Na most, az nem zavarta őket, hogy az idő Sverdlovot, hogy ő erre 500 000 éves időkeretet ad meg, hogy akkor kezdték el a tárgyalásokat, meg a háborúskodást, miközben csak itt a Kárpát-medencében 15 000 000 éve él ember. Ezt úgy elfelejtett elolvasni szegény Sverdlov. És ezen a tárgyáson arról döntöttek, hogy az emlős megoldást választják a hüllővel szemben a hibrid kapcsán, mert hogy az emlősök szaporodása gyorsabb. Mármint a Sverdlov szerint. Nem tudom miért könnyebb egy gyermeket kihordani 9,5 hónap alatt, mint egy fészekaját tolni mondjuk néhány hónta. Hát szerintem ez a gyorsabb megoldás. Hát itt a reptiliánok engedékenyek voltak. Nagyon, nem tojunk. És hogy ez mennyire nehéz volt ez a feladat, Sverdlov szerint 53 000 év alatt 22 változattal kísérleteztek, és ezekből a verziókból a legutolsó maradt fenn a Homo sapiens. Sapiens 40 000 évvel ezelőtt. Szegény Sverdlov megint nem olvasta a régészeti munkákat, ugyanis a Homo sapiens, sapiens csak itt a Kárpát-medencében legalább 180 000 éve itt van.
nonsense. De az atlanok zokon vették, hogy mi az, hogy összekeverjük a génjeinket, hol mi hüllőkkel, hát ez mégsem tisztességes, és akkor berágtak, és ami még maradt a reptilánatban, azt is mindenkit kiirtottak a Földön. Ilyen írtós kedvükben voltak. Egyszerűen tragédia. Ehhez valamit kell mondani, vagy ezt soha nem hallottam, de akkor szerintem elég volt egyszer. Tehát én nem tudom megérteni, hogy ezt hogy lehet komolyan venni. Tehát oké, hogy vannak itt a ősi idegek elméletnek hívei, akik megalapozott legendákra, vagy legalább tárgyi leletekre próbálják úgymond a modern szemlélettel bizonyítani azt, hogy ide jöttek a Földön kívülek. Tehát ezekre, meg amit itt Laci felsorolt, semmi utalás jel nincsen, meg összes lehet úgymond hasonlítani mással. Tehát ezek kb. A légből kapott dolgok csak. Hasonlított, légből kapott, bármit lehet rámondani, csak hogy igaz, az biztos, hogy nem igaz. És ugye ehhez, hogy próbálják tudományosan rátámasztani, tehát azért kell, kitalálták azt, hogy az embernek az agya az, ezt nem ők találták ki, az ember agya az három osztatú, eddig még ugye a dolog igaz is. És az embernek az agya különböző feltségi szinteknek felel meg. Ez is igaz, hogy az agyileg a legfeltebb szint. Majd viszont ők tettek hozzá, az ős agy, az emberi ős agy, hát az a hüllőktől származik. Az a hüllő agy. És azért vagyunk ilyen gonoszak, meg agresszívek, meg mindenfajta szörnyű tulajdonságunk van, mert időnként bekapcsol a hüllő agyunk, és akkor ilyen gonosz mindenfajta reptilián a tulajdonság bukkannak fel belőlünk. Na most a gond ott van, hogy a halaknak is van úgymond hüllő agyuk, tehát a halaknak is van ős agyuk. Akkor most miért nem halaktól származunk, vagy miért nem valami hasonló, hiszen a halaknak is van ős agyuk, és a halak megelőzték a törzsfejlődés szerint a hüllőket, akkor a halakba hogy került a hüllő agy? Tehát teljesen nonsense. Viszont valóban van egy olyan ősi agyterület, ezt perc nem vonja senki kétségbe, ami ősagyként van elnevezve, és az ősagy felelős leginkább az azonnali reakciókért. És ilyen szempontból bizony életmentő az a reflex működés, ami az ősagyban van kódolva tulajdonképpen. Viszont ez az agyterület sem, és a többi agyterület sem azért nem annyira egyszerű. Egészen másként működik például férfi és nő esetében, vagy a balkezes, jobbkezes esetében. Ugye a női agy általában úgy reagál, hogy elmenekül. A férfi agy általában úgy működik, hogy kiáll és harcol és támad és véd. Tehát nemek közt is óriási különbség van. Tehát azt így lekártyázni, hogy hüllő agy, agresszív állat vagy, azért ez messze van tudománytól. Viszont, és ez tényleg komoly dolog, amiről most szeretnék beszélni, ez pedig egy másik agyteret, ez az amigdala. Amigdala, ez egy agyi birigy tulajdonképpen, és itt van, tudósok szerint, az embernek az érzelmi központja. Na most itt viszont nagyon különleges dolgok kapcsolódnak be. Ugyanis megfigyelték azt, hogy az emberek körében az amigdala csak nagyjából a 10%-nál fejlett. Többieknél vagy elsorvadt állapotban van, vagy egyszerűen ki se fejlődik az amigdala. És ez a 10% azért érdekes, mert egyrészt az érzelmi központunk, másrészt az érzelmi intelligencián központja az amigdala. És ez a 10%, akinek ez fejlettebb, ez a területe, egyáltalán kifejlődik. Annyiban közös, hogy például nem hipnotizálhatóak ezek az emberek. Rendkívül mély az igazságérzetük, nem hat rájuk a harp. Vagy egyéb tudott befolyásoló sugárzások, például a pszichedelikus szerek sem hatnak rájuk, a szubliminális információk sem hatnak rájuk. Az idegenek elsősorban őket keresik fel, és az ő vérvonalakat védik már több ezer éve. És ők azok, akik egy szép lepkét, ha meg akarnak menteni, megmásznak értük az Etnát, vagy ha megkönnyeznek egy magyar sportsikert, egy dalt vagy egy zeneszámot, és ők azok, akik a szellemben is a legszenvedélyesebbek. Tehát valóban van egy 10%, aki más, mint a többi, de nem azért más, mert a Sverdlov ezt kitalálta. Meg egyébként is, hogyha tényleg van is ez a hüllő agyrész, amit így
felvezetett a szerző, nem látom az összefüggést azzal, hogy ettől még miért lenne az igaz, hogy X bolygón, X fényévére arról tárgyaltak, hogy írtsák ki a dinókat. Tehát, meg nonsense. Hogyan hibridizálják magukat be az emberi DNS-be. Tehát nincs meg a kapcsolat a kettő között. Csak úgymond ezt a utólagos agyi részt akarja úgymond bizonyítékként felhozni, hogy amiket a korábbiakban ő leírt, az arra a bizonyíték. Tehát ez nem így van. Ennyi. És akkor hüllő meg gyík emberekről beszélünk, de nagyon sok területére el fogunk jutni az életnek, mert hogy belekavarnak szinte mindent. Például itt most az következik ugye, hogy a hüllők bekényszerültek a föld alá, és mivel jártasak voltak az égitestek üregesítésében, ezért elkezdték szépen a föld alatt kiépíteni a járataikat. Na most Sverdlov azt írja, hogy akár 320 kilométeres mélységben is lehatolnak a járataik, és az egész földbolygót keresztül kasul felszántják, de szegény Sverdlov megint nem olvasott, most éppen geológiát nem olvasott, ugyanis ilyen mélységben egyszerűen már nincs szilárdanyag. Tehát a legeslegmélyebb kontinentális gyökér, ami Szibéria, Himalája környékén található, az talán 60-80 kilométerre lenyúlik. 60-80, nem 320. Talán 60-80. Magyarország alatt a földkerek annyira vékony, hogy szinte már óceáni kéregnek tekinthető, 5-7 kilométeres a kéreg vastagsága. A Sverdlov pedig 320 kilométert ír. Teljes képtelenség, hogy lényegében folyékony anyagba, képlékeny anyagba, ami a föld külső köpenyének az anyaga, hogy akár több ezer fokos lávába marékot furcskálnak. Lehet elírta a számot, elgépelte. Rendszeresen elszokta, tehát ez egy teljes nonsens, és ráadásul hogy a kontinens vándorlás is van, a kontinens táblák mozognak, soha a víz nem tör be, soha nincs egy földrengés, ami kárt okozna benne, teljes őrültség. Azt mondjuk meg kell jegyeznünk, hogy a múltban az emberek, vagy akkor mondjuk úgy, hogy a gyík emberek, teljesen mindegy, tehát tényleg vannak olyan járatok a föld alatt, amiket feltártak, bizonyítottak, hogy igen, ezek léteznek, nagyon sok fotó is található róla az interneten, mindenki keressen rá, és néha nagyon-nagyon keszekusza járatokat építettek ki, hogy miért ez a kérdés, tehát ezt a tudósok sem tudják, hogy erre miért volt szükség, de nem vetődött fel, hogy ennek lenne valamilyen reptilián kapcsolata, avagy sem. Valakik megcsinálták ezeket a járatokat, akár több ezer ember is lefért, de itt azért megvannak adva a méterek is, hogy milyen mélyre ástak le, de egyáltalán nincsenek ekkora számok, mint a Sverdlov mondja a könyvében. Csatárhűk ugye a leglátványosabb példa erre, hogy 13 szint mélységig mennek le a különböző járatok, fogalma nincs a tudománynak, hogy ki mikor hozta létre, és nincs sít, tehát nincs meg az az anyag, amit onnan kiszedtek a járatokból. És el lehet képzelni, 13 szintről, ami már legalább 200 méter, mert nem úgy néz ki, mint egy panelház, hogy plafon, aztán ott van a következő szint, onnan kihordani a törmeléket és eltüntetni, az valami egészen gigászi munka. És csatárhűk az csak egy, Törökországban tucatnyi város van ilyen, amely lenyúlik messze-messze a föld alá, és ezek egymásra is össze vannak kötve, gyakran 60-80-100 kilométer hosszú járatokkal. Nem függőlegesen 100 kilométer, hanem vízszintesen 100 kilométer. Mondjuk úgy sem könnyű, mert föld alatt becélozni, hogy hol a másik város, és ott kifúrni alatt a másik vét a luknak. Egészen döbbenetes technika, és tényleg fogalmunk nincs, hogy kik csinálták, de van egy tudományos magyarázat, miszerint a keresztények így menekültek a keresztény üldözések elől. Hát persze, hogy nem. Ezt én nem tudom elfogadni minden esetre. Ez kb. Akkora vicc, mint a reptilián fél alagút furkálás, de sajnos a tudomány sem tud sokszor helyes választ adni, vagy sokszor elhallgatja a helyes választ. Ez is csak találgatás, azt lehet mondani. Egy másik butasággal ezt nem volna szabad kicserélni. De például egy másik verzió szerint, hogy nem a gyík emberek csinálták ezeket a járatokat, hanem mi magunk az emberek, hogy a fönt dúló földön kívüli harcok elő el tudjunk menekülni. Vagy napkitörés, vagy jégkorszak elő. Tehát annyi minden lehetséges válasz van, hogy csak na. Nincs egy biztos, az nincs. A lényeg. Tehát nincs írásos nyoma, hogy miért furták ki. Ehhez tervek kellnek. Tehát nem lehet csak úgy furkálni, hogy ész nélkül fúrom, azt majd kilukadok valahol. Itt hatalmas, komplex rendszerekről van szó, és fogalmunk nincs, hogy ki áll mögöttük, és a koruk sem ismert. És belülről lehet zárni, tehát
lehet, hogy egyfajta, tényleg egyfajta olyan útvonal, ahol elmenekültek, vagy mondjuk menedékbe húzódtak, de hogy kik, miért, mikor, nem lehet tudni, nincs biztos. Olyan szinten meg volt adva a szervezés, hogy 13 szint 200 méteres mélység, az egész gyönyörű szépen át volt szervezetve, egészen hatalmas mérnöki munka. No, az egy másik téma, mert egyszer hátharul is lesz szó. Folytassuk a mesemondókkal, egy újabb név bukkan fel, a Steve Omar. Jaj, bocsáss meg, de igen, még itt azért be kell szúrnom, hogy 1934-ben a Los Angeles Times lehozott egy cikket, hogy óriási katakombákat találtak, amiket egy bányamérnök fedezett föl, itt most kipuskázom a nevét, Warren Shuffelt, aki geofizikus is volt egyben, és ő valamiért úgy vélte, hogy ott egyfajta földalatti civilizáció létezik, és szilárdan hitt abban, hogy ezek részben gyíkemberek. Nem, tehát ez 1934, bőven megelőzi azokat a szerzőket, amiket itt Laci említett, és főleg David Icke-ot is megelőzi. Állítólag itt rádiózni is próbált a lenti civilizációkkal, meg le akart fúrni, stb. És meg hogy különböző csatornákat is találtak. Hát ez a cikk ennyiről szól körülbelül, ami fennmaradt róla, aztán végül az egész akcióból nem lett semmi, hogy lemenjenek oda az emberek, vagy felfedezzék az egészet, és érdekes módon azóta ezeket a katakombákat úgymond nem nagyon találta meg senki sem. Különben Los Angeles azért már most egy eléggé kiépített város, azt lehet mondani, tehát de nincs nyoma ilyen katakombáknak. Lehet, hogy egy régi hoax volt ez, vagy az adott bányamérnöknek a csalása, és egy fotót adott volna nekünk esetleg. Igen. De nincs. Volt fényképezés. De erről nincs fotó. Magáról személyről persze van, de magáról ezekről a katakombákról, vagy járatokról semmi nincsen. Maurice János valószínűleg ugyanezt a tippet lovagolta meg annak idején a Tajoszi ekvátori barlagokkal kapcsolatban. Nála sincs egy fénykép sem, tehát sok-sok mesemondó viszont sajnos van. Ott, de viszont ott legalább vannak tényleg járatok, de az, hogy az mesterséges lenne, vagy ott vannak az arany, arra semmi jel nincsen. Ennek a sztorinak viszont az a vége, hogy ő pénzt akart szerezni ezeknek a járatoknak a feltárására, tehát anyagi támogatást szeretett volna, viszont ebből semmi nem lett. És innentől kezdve... Akárcsak Móricz is a... pénzt akartam. Igen, igen. Lehet, hogy ez volt a motiváció, tehát szóval csak pénzt szeretett volna szerezni, de itt ez a fejezet itt ez le is zárul, hogy tehát itt többet nincsen szó Los Angeles-i katakombákról. És sokkal később jönnek elő azok az elméletek, amiket itt Laci mondott. Itt ez csak de azért... Ez a gyökeres, a kiinduló pont. Igen, ezt akartam mondani, hogy ez azért fontos megjegyezni, mert ez tényleg 1934-es. Omar... A Steve Omar viszont egy másik helyszín néz ki magának, és ez pedig Atlantis, ahol persze nagyon fejlett technika volt, amelyen már a Marsra is el tudtak menni, persze ott még lehetett, és hogy az Apollo űrhajósai, akik mellesleg a Holdon soha nem jártak, ezt én teszem hozzá, megtalálták a Holdon az atlantisziak által épített fal maradványokat. De sajnos nem mondhatnak erről semmit sem, meg fényképeket sem hozhattak nyilvánosságra, mert 10.000 dolláros bírság járt volna ezért, hogyha ilyet tesznek, és 10 év börtön. Hát 70-es években ezért még valószínűleg elég sok pénz volt. És ez az Omar nevű úriember, akinek persze megint csak nincs életrajza, hivatkozik egy 200-2-es kormányrendeletre, miszerint ez az a kormányrendelet, ami megtiltja az Apollo űrhősök számára, hogy a Holdon talált intelligens eszközökről, tárgyakról bármifajta nyilatkozatot tegyenek. Na most itt a probléma, hogy már hazudni sem mindig könnyű. Én megnéztem, hogy mi ez a kormányrendet, ez egy kereskedelmi kormányrendelet. Tehát közel nincs semmilyen titkosításhoz, meg hallgatási, nem tudom milyen dolgokhoz. Viszont Atlantisziakról azt feltételezte, hogy elmentek a Marsra, de hát akkor hová lettek, hiszen amikor a kisbolygó becsapódása elpusztította a kultúrájukat 13,5 ezer éve, akkor az űrflottának azért meg kellett volna maradni. Tehát azért tudtak volna vagy elmenekülni, vagy visszajönni, vagy bármit tenni, de sajnos nem maradt belőle semmi más, csak egy kráter Portugáltól nyugatra. Ja, bocsi, nem tudom még, hogy ezzel kapcsolatban mit akarsz mondani, csak nekem... Nagyon semmi. csak folytatni. Itt ezt közbeszúrnám, hogy ugye Platón, aki írt eredetileg Atlantisról,
semmi ilyesmi technokrata civilizációt nem említ meg. Azt mondja, hogy igen, ez egy nagyon utopisztikus hely volt egy bizonyos ideig, de utána a lakók elzűlöttek, de hogy később, amiket a szerzők említek, hogy űrhajók vagy léghajók, azt hiszem, hogy a Edgar Case mondta még a léghajószerű gépeket, ezek az eredeti szövegekben, Görögországban sehol nem találhatóak ilyesmi. Tehát nincs nyoma, ezt úgymond túl misztifikálták, meg beütették egyfajta science fictionként még pluszba, raktak hozzá elemeket, hogy ez a fejlett atlantiszi civilizáció tényleg nagyon-nagyon hiper-szuper fejlett legyen. De ennek nincs nyoma. Ennek semmi nyoma. Szó esik a hüllők kapcsán ősi atomháborúkról, ezt is ők viselték természetesen. Na most azt is kitalálta ez a bizonyos Steve Omar, hogy Atlantis atomháborúban pusztult el, nem is a kisbolygó becsapódás miatt, hanem a reptiliánokkal hívott atomháborúba. Most valóban vannak ilyen nyomok, csak ezzel az a probléma, hogy az atomháború nyomai azok jóval korábban esnek hozzánk időben, mint Atlantis pusztulása. Mohenjo-Daro-ról van szó. Mohenjo-Daro pakisztáni város, egyértelmű, hogy atomtámadás ölte meg a lakosait, ki lehet mutatni a sugárzás növekedést, de sok mindent, csak hogy Atlantis akkor már 4000 éve elsüllyedt, mikor Mohenjo-Darót atomtámadás érte. De egészen döbbenetes az számunkra, hogy ez tulajdonképpen a közelmúlt, hát 8000 év, nem egy olyan óriási időtávlat, nem millió évek, atomháború dúlt a Földön, és lényegében semmit nem tudunk róla, csak esetleg azt, hogy a védelbújtot leírnak helyenként, azt mondja, nem tudjuk lefordítani, mert más a mai világnak a nyelve, mint az akkori. Beszélgettünk már korábban a DNS módosítással létrehozott hibridekről. Ide is néhány tisztázó információt tegyünk azért hozzá. Ez pedig az, hogy ha úgymond részben hüllők vagyunk, akkor mitől vagyunk hüllők? És ugye ezt azzal indokolják, ezt a gén manipulációs dolgot, hogy bebírjanak szivárogni a hüllők az emberek közé, miután megszegték a Hatanabolygón kötött egyezményt, és hogy nyilván Franco tábornok is hüllő befolyással került hatalomra. Az ő mondás volt az ötödik hadtest, ami a beszivárgást jelentette, azért hozta most föl a nevét. Tehát, hogyha bennünk hüllőgének vannak, nyilván vannak, akkor ezek pontosan mit kódolnak meg? Mit kódolnak? Egyébként van bennünk ugyanúgy a macska, meg búza, meg mindenfajta gén, de hogyha hüllőgének vannak bennünk nagy arányban, akkor ezek mit kódolnak? Mitől vagyunk mégis emlősök, ha egyszer hüllők vagyunk? Vagy érdekes az, hogy habár a mai emberfajok az eléggé különböznek egymástól külsőleg, mégis genetikailag nagyjából egységesek, tehát nem látszik, hogy tömegesen hüllőkének lennének bennünk. Viszont ami fontos, az, hogy a mai embernek 23 pár kromoszómája van, tehát 46 darab, viszont az összes főemlősnek 24 pár, azaz 48 darab. Tehát az emberben egy kromoszóma pára kevesebb van, mint az összes többi főemlősben. Erre nincs semmifajta tudományos magyarázat, hogy ez miért így van, és erre miért lehet így. Erre nincs magyarázat valóban. Tehát minden más főemléstől eltér a mint DNS-ünk. És a vércsoportunk is eltér, nálunk teljes vércsoport AB0-ás megvan, a főemlősöknél ez valamilyen módon sérült, tehát nem teljes az övéké. Tehát érdekes ez az egymástól való számozásnak a lehetősége, tehát inkább úgy néz ki, hogy az embertől származnak a főemlősök, mint fordítva. Szegény Darwin ezt meg se hallotta volna. Hát itt az az okot a találgatásokra, vagy a hipotézisekre, meg összeesküvési elméletekre, hogy a DNS-ünk egy része máig feltáratlan, kódolatlan, és nem tudjuk, hogy egyáltalán mire szolgál. Régebben azt mondták, hogy személy DNS, de azóta ugye azért jó pár dolog kiderült, hogy ezek mégse személy DNS-ek, de hogy mi a funkciójuk, vagy mi a hasznuk, vagy éppen mire szolgálnának, úgymond, azt még máig nem sikerült megfejteni. Az a lényeg, hogy a DNS-nek a 90%-a az úgymond nem kódoló szakasz, nyilván az is ugyanúgy nukleotid bázisokból áll, de nem kötetők génekhez. Ezek az intron meg az extron szakaszok, de hát ez egy másik eladás téma lehet, úgyhogy most legyen az a lényeg, amit a Laci is mondott, hogy a DNS-ünknek a 90% az nem kódol. Nem tudjuk, mi a szerepe, vagy mikor van szerepe, hiszen az teljes mértékben ismerni kéne a fejre szintézist, ami
helyenként azért még hagy maga után kívánni valót. És ugye itt kapcsolják be, hogy akkor nyilván a rejtett részek azok biztosan a reptilián eredetre vezetnek vissza. Hát lehetne mondani, hogy igen, persze, de akkor most úgy, hogy visszavezetetném arra, hogy akkor biztos a szürkéknek a DNS-e van bennünk. Vagy éppen a magas szürke idegeneknek, mert ők is emberszőek úgy, hogy mi. Tehát itt tetszőre sem be lehet helyettesíteni bármelyik fajt, úgy, mint közös eredet. Mert valóban van a lehetőség, hogy egy élőlénybe, az emberek is teszik ezt, mesterségesen beillesztenek DNS szakaszokat, mondjuk baktériumokba, és akkor azzal valamilyen anyagokat termeltetnek. Tehát van ilyen lehetőség, az emberi DNS-be is beépültek idők folyamán különböző vírusok, akár bizonyos szakaszokat szándékosan is betehettek, mert miért ne, de ezt igazolni kéne is bizonyítani, és ez az, ami hiányzik. Tehát mi nem azt mondjuk, hogy ez így lehetetlen, én sem, itt ennél a szakasznál itt nem vetném el úgymond a reptilián vonalat, hanem én csak azt mondom, hogy tetszőlegesen be lehetne helyettesíteni akkor bármelyik másik fajt is. És akkor bármilyen élőlényt. Egy újabb mesemondó, Edgar Cayce, aki szerint az atlantisziak... Most bántottunk meg egy csomó mindenkit! Bocsánat. Vállaljuk. Kötszert nem hoztam, de majd lehet, hogy a következő fejtere pótoljuk. Hát szerinte, hogy az atlantisziak a Thoth vezetésével Egyiptomban menekültek a katasztrófa elől, és ott létrehozták a Mezopotámiából már korábban délre szivárgott lakosokkal az egyiptomi civilizációt. Mindent Thothra vezet vissza, a nagy piramist, a szfinxet, mindent. Csak itt az a gond, ezért mondom, mese mondanak Cayce-t, mert a nagy piramis magja az 100 000 éves legalább, tehát ez 10-szer olyan idős, mint Atlantis pusztulásának a kora. Tehát messze Atlantis kora elé nyúlik a legősibb egyiptomi civilizációnak a kora. Tehát nem vihette oda se Thoth, se más. Itt úgy vettem észre, hogy inkább itt az évszámokkal, meg a dátumokkal vannak problémák a legtöbb szerzőnél, vagy hipotézisnél, tehát nem passzolnak össze egymással. Lehet, hogy tényleg oda vitte az atlantiszi túlélőket Egyiptomba, de hogy nem akkor... És nem azokat, akik legutóbb elpusztultak? Az nem állja meg a helyét. Szerintem Edgar Cayce-nek azért voltak néha jó meglátásai, vagy úgymond profetikus érzései, de hogy ennél az esetnél ez helyesen, amit megállapított, hát azt Laci elveti, én pedig nem tudom. Tehát a dátum az nem stimmel, az egyértelmű. Ismét egy kis Sverdlov, ő is megemlíti a atlantiszi görög háborút, vagy Platón is megemlíti. Csak ugye Sverdlov az atlantisziakat mindenfajta űrflottákkal ruházza fel. Most akkor képzeljük már el, hogy a görög törzsek atlantisziakat igazából legyőzték, és ezt meséli Szolón a Platónnak milyen lelkesedéssel. Akkor a görög lándzsás pajzsos harcosok legyőzték a űrflottával rendelkező atlantiszi szuper technikával rendelkező lényeket. Tehát ez megint egyszerűen vicc. Igen. Most akkor ugye, hogyha ez így működik, akkor nem tudom, miért kell manasság lopakodó repülőgépeket fejleszteni, meg interkontinentális rakétákat. Kijelünk egy pár csúzival, aztán lelőjük az amerikai rakétákat, mert miért ne. Tehát egy science fiction, azt lehet. Abszolút. Mondani. És akkor újabb kanyar, Morning Sky, a kedvenc indián mesemondónk. Szerinte Marduk nem volt más, mint a Sirius-i parancsnokok vezére, Enki pedig a farkas herceg fia, és ők is reptilián segítséggel igyekeztek megszerezni maguknak a naprendszert, természetesen. És lázadást szerveztek az Orioni királynők uralma ellen, és ráadásul Marduk még a királynő hivatalnokait is megpróbálta a saját hivatalnokaivá tenni, hogy a birodalomnak az uralmát átvegye. És szerintem Marduk 1700-ban meg is szerezte Babilon trónját, igaz, hogy erről senki nem tud, de ő ezt lázasan írja, és gazdagságában a Sumér birodalommal megelőzte az Orioni és a Sirius-i birodalmakat is. És Rának nevezte önmagát. Egészen fantasztikus, és hogy mennyire még egymást sem olvassák, ez a bizonyos Zakaria Sitchin vagy Sitkin, szintén egy rendkívül magas szintű szabadkönyves, egészen más időpontokat ad meg Marduk uralkodásra vonatkozóan, tehát még egymással sincsenek tájékozódva. Tehát ezeknek a nyoma, amit itt felvázoltak történetek, hogy Orioni civilizáció, stb. Nem található meg egyetlen pecsét hengeren sem, vagy adagtáblán.
Az említett istenek persze ott szerepelnek rajta, meg van maguk története, de ezeket, amit előbb Laci felsorolt, semmi, sehol. Tehát ez megint csak fantázia terméke. Van egy Haviant Hazelet, rosszul mondtam a nevét, aki szerint viszont Marduk 3450 és 2024 között élt Krisztus előtt, és ő volt az, aki Sumériából elintézte, hogy harmadik Thotmesz fáraó trónra kerüljön, és még segített az anyja meggyilkolásában is. És a Thotmesz fáraóvá avatásakor egy egészen fantasztikus csészehaj sót rendezett a tiszteletére, és ezt az inokokra is egyezték. Hát, ahogy Laci mondta, sajnos ezekről a fejezésekről ugye a világon semmit nem tudunk. És ezt már ugye Marduk a kígyó testvériség uralma alatt hajtotta végre, és ő befolyásolta Ámon papjait. És innen került a kígyó a fáraó fejére, mint koronási jelkép, hogy a kígyó testvériséget szimbolizálja. Hát a régészek most szerintem forognak mind a székükben, mind a sírükben. Pedig nincs is melegük. És akkor megint nem értem a dolgot, én próbálok azért gondolkozni, lehet, nem sikerült, de legalább megpróbálok, hogy itt van ez a több száz repülőcsésze a sűrűflottával rendelkező Marduk, akit a kígyó testvérség jutott olyan célból, Sumériából, hogy harmadik Thotmeszt fáraót trónra emelje Egyiptomba, akkor ez a fantasztikus technika hogy tudott alulmaradni Julius Caesarral szemben? Majd jöttek a római légiók, Julius Caesar elfogadt Egyiptomot. És akkor csak ezek hol voltak? Tehát teljesen nonsens az egész, ugyanaz, mint Atlantis, meg mondjuk Görögország viszonyában. Ezt a szuper fantasztikus űrtechnikát a római légiók, a kohorszok sima leverték. Tehát ez vicc. És akkor a Lacira visszautal az előbb mondott, tehát egyszerűen úgy dobálóznak az évszámokkal, mint a zsonglőr labdákkal. Semmiféle, még egymással sincs kapcsolatuk, meg logika sincs az egészben. Egyszerűen mondják a meséket, és nem zavarja, hogy a világon semmi nekem még az a nincs mögött. Nekem még az a probléma nem is lenne, hogy valaki X évszávot ír, valaki Y-t, mert oké, nem tudja betippel. Úgy, mint Atlantisnál valaki azt mondja, hogy 12.000 év, valaki már csak 10.000 évet mond, valaki 14-et. Az úgy, hogy nem probléma, az még szórásba belefér, meg az Atlantis legendáját megvan úgymond az alapja. De itt az a baj, hogy magukhoz az évszámokhoz olyan történeteket írnak hozzá, aminek viszont nincsen meg az alapja, tehát semmilyen nyoma nincsen. A történelemben, az iratokban, a szentiratokban, a legendákban semmi. Még egy kicsit Hazeből, aztán békén is hagyjuk őt, majd megint Szverdobra térünk vissza. Ugye a kígyó testvériséget is megemlíti Haze, és azt, hogy csúcstechnikás mágnespárnás vonatjaik 460 km/h szállódoztak a föld alatt. Na most szomorú, hogy ennél a mai kínai... Hát néhány évtizeddel ezelőtt, ennél a mai kínai eszközök már jobbak. Tehát szegény rettiak, legalább a kínaiak tanultak volna, hogy kell mágnesvasutat csinálni. De milyen pontos szerző, még le is írja, hogy 460 km. Egészen hajszál pontosan, tehát ez egyszerűen elképesztő. És akkor most ugorni fogunk jó néhány korszakot. Sverdlov kedvenc téma ugye a reptiliánok, és ő leleplezi a kékvérű nemességet, akik ugyancsak reptilián leszámozottak. Ki nem? Hát lassan most már én is kezdett gyanakodni, hogy miért tarajos a koponyám. Eddig még csak úgy vicceltem vele. És ugye azt mondja, hogy a nemeseknek azért kék a vére, mert reptilián vér csörgezik az ereikbe. Hát nem tudom, voltam már párszor vérvétel, nem tűnt föl egyik ibikbe sem mellettem, hogy kék lett volna valamelyik oldat, vagy valószínűleg a vérvételt végző... Ők a szürkékhez tartoztak. Lehet, hogy doktornők is szerintem sikítoztak volna, valakinek kék vért vesznek. Tehát ez megint egy gyűrűt állítás, és ugye a kékvérűek egyben illuminátusok is. Na ezzel megint probléma van. Tehát azt mondja valakire, hogy ő azért illuminátus, mert kékvérű. A szegény Sverdlov megint nem lett egy kis történelemóráról, sokról, ugyanis az illuminátus rend 1776. május 1-én jött létre, méghozzá Adam Westhout alapította, először Méh rend néven, utalván Egyiptomba, és ez a csoport lett az, amit ő Méh rend néven létrehozott, ami később átalakult illuminátus rendé. Ennek semmiféle köze nincs a kék vérhez, vagy mindenfajta színű vérhez.
ennek tulajdonképpen egy valláshoz van köze. Ez a bizonyos Westhout eleinte jezsuita volt, aztán visszakeresztelkedett zsidó vallásúvá, de a jezsuita papsága tagság idején kőkemény szabadkönyves is volt egyúttal, és ő volt a létrehozó az illuminátus rendnek. Mindössze néhány hónappal korábban, mint ahogy az Egyesült Államok kikiáltotta a függetlenségét, szintén ilyen elveken alapulva. De ami érdekesség az az, hogy Ferenc pápa ugyancsak ehhez a jezsuita szabadkönyves rózsakeresztes vonalhoz tartozik a mai napig. Mondja csak. Mondom nem. Tovább, jó. Majd később hozzáteszek. Jó, szegény már lehidalt itt mellettem. A Sverdlov tovább folytatja a meséjét, újabb és újabb szereplők bukkannak fel. Most a kettő szerepet játszó Siriusiak, akikről, mint kiderült később, az Atlantisziakkal együtt menekültek Egyiptomba. Most szúrok hozzá valamit. Tehát tudja ezt még valaki egyáltalán követni? Ezért írtam le, mert ezt én sem bírtam volna. És akkor ezek a Siriusiak, akik az Atlantisziakhoz becsatlakoztak, gonosz módon elkezdték a reptiliánokat segíteni a hibridizációs technikának a kidolgozásában, és ezek a hibridek voltak az, akik a héberek első csoportját adták. Hű! A Siriusi nyelv persze a héberrel azonos, állítja Sverdlov, de sajnos ő sem ismeri Varga Csaba munkáit, aki igazolta, hogy a héber nyelv bizony a magyarból származik, de ez csak egy mellékes megjegyzés Siriusok volt. Siriusok magyarok voltak, ennyi, pont. Igen, csak picikét ennél bonyolultabb a helyzet. Sőt, Sverdlov azt állítja, hogy a héber vallás gyökere az egyiptomi, a Sirius és az atlantici vallásnak a összegzése, és ez lett a judaizmus. De sajnos ekkoriban még emberáldozat is szerepelt ezekben a vallásokban, amit mellesleg nem Sverdlov írja, hanem én mondom, a szabadkönyvesek a mai napig alkalmaznak. Azt is tervezték a Siriusiak, hogy a judaizmus legyen az emberiség egyetemes vallása, és a Mózes 10 parancsolata egy Siriusi hajóról származik, eredetileg kristálytáblákba kapta el Mózes, Szodomát és Gomorát pedig azért kellett atombombával elpusztítani, hogy az AIDS vírus terjedését megakadályozzák. Mindjárt. Most a kristálytábla is hogy jött ide, hogy az kristályból volt? Tehát sehol nem említik a szövegek sem. És akkor most egy problémám van ezzel. Jó, hát egy sok problémám van, de egyet azért felvetek, hogy mind szép és amit Sverdlov leír, nyilván el saját kultúráját igyekszik előtérbe helyezni és megmagyarázni, de akkor azt nem értem, hogy a legősibb héber nyelvű szövegek körében, amelyeket a holttengeri tekercsek vidékén kapcsán találtak meg, a Jehova és a Jehova név az miért székely magyar rovás gyerekkel szerepel? Kedvenc kérdésem. Sverdlov folytatja, nem elégszik meg ennyivel. Szerinte Jézus is hibrid, természetesen. Máriát eltérítették, és egy lanti leszármazott embrióját ültették belé. Ez az elmélet mondjuk előfordul a Brennikem féle elméleteknél, csak nincs megadva a származás, hogy lantbéli. Tehát csak, hogy mesterségesen megtermékenyítették Máriát. A Jézust az anyjától elszakították, és a fény szövetsége űrhajón megtanították neki, hogy hogyan lehet tömegeket befolyásolni és kivonni őket a reptilián befolyás alól. Na most, a három tiszta népet, a hébereket, a germánokat és az észak-indiai árjákat, ugye őket kellett volna kivonni a reptilián befolyás alól. Mindhárom népnek az oroszlán volt a totem állata, és a britek most erre most mit szóljanak? Most a gond az, hogy nem tudom, hogy hány szőke és kék szemű, azaz árja, vagyis fehér hun héber van, de ebben valószínűleg Sverdlov jobb szakértő, mint én. Én nem tudok ilyet. Sverdlov nem áll meg. Bekapcsolódik hozzá Billy Meyer. Őt ugye már ismerjük. Igen, az UFO kontakt részben beszéltünk róla. Viszont azt nem mondtuk Billy Meyerről, hogy 1963-ban rábukkant az Immanuel talmudjára, vagyis Jézus talmudjára. Vagyis
egy olyan okiratra, ami megint csak ezt a korszakot mutatja be. Na most Meyer meg Szverdlov egy néphez tartoznak, tehát valószínűleg ez is hozzájátszik, hogy így egymásra találtak. Ebből a történetből megtudjuk, a Meyer-fél történetből, hogy hogyan bontakozott ki Semjesze és Körk kapitány alakja. Persze csak a véletlen számlájára írható, hogy az Ádámtól Jézusig levetetett genealógia az Immanuel Talmudjában pontosan megegyezik azzal, amit Szlerdó is levetetett. Kétség nem fért hozzá. Viszont a Meyer történetében Máriát egy égi ifjú, Gábriel tette várandóssá. Az arkangyal? Az arkangyal. Egy ifjúnak adta ki magát, és legalább abban megegyeznek egymással, hogy Jézusnak az apja nem földön kívüli volt. Szegény József, hogy mit szól ehhez. Na most, mivel pontosan ismerjük már Jézus családfáját, semmifajta földön kívüli beavatkozást szerencsére nem kell feltételezni. Azt is tudjuk már, hogy Jézus leginkább Damaszkuszban, azaz Dómaszéken, és Heliopolisban élő mágusoktól tanulta azt, amit tanult királyi örökösként. Az persze továbbra is kérdéses, hogy egy szűz hogy esett teherbe. Hát ezt így lehet odaadni Jézusnak, ha már Isten fiának megszavazták az első zsinaton 325-ben, tehát ez járt neki a szűztől születés, vagy Buddhának is ez kijárt. Tehát valamit ki kell találni, hogy felé emeljék a többi embernek. Jézus esetében az eredendő bűntől megtisztítsák, úgymond. Tehát, hogyha emberként ugye nem születhetett, mert akkor az eredendő bűnt hordozná, de egy Isten fia hogy lehet, hogyha bűnt hordoz. Tehát ez egy logikai csavarás volt. Tehát akkor szűztől született. Nos, az Immanuel Talmud bekavar az eddigi történetbe, ugyanis amikor keresztelő János viper a fattyaknak nevezi a farizeusokat, akkor ebből Szverdlov azt a következtetést vonja le, hogy tessék íme, János tudta, hogy a zsidó farizeusok reptiliánok. Mert hogy a vipera az kígyó, a kígyó meg hüllő. Tehát akkor most ott a gubanc, hogy most akkor a héberek most akkor tiszta faj, vagy reptilián faj, tehát akkor most melyik? Tehát egymásnak is elmondanak, meg saját maguknak is nem számít. Azt látja Szverdlov, és itt már lassan egy másik műfajba is át fogunk érni, a sci-fi-ről, meg a mesemondásról, ugye Dan Brownnak a könyveihez. Azt látja a Szverdlov, hogy Jézus három gyermeke közül a két fiatalabb, egy lány és egy fiú, akit Jézus Justusnak hívtak, Mária Magdolnával Európába érkeztek, és ők lettek a Merovink ház megalapítói. Szverdlov zsidó emberekként hivatkozik rájuk. Igen, csak van egy gond, hogy abban a templomban, ami a két Mária nevet viseli, az egyik női alak a két szobor közül szőke és kék szemű. Tehát ugyanaz a probléma, mint az előbb feltettem, hogy szőke és kék szemű zsidót még nem sűrű láttam. Na most ez a Mária Magdolna viszont szerintem sokkal inkább lehetett Keresztelő János felesége, és nem pedig Jézusé, mert Jézus felségének a sírja Pakisztánban található katonai területen. És arról sem tudunk, hogy Jézusnak egynél több fia lett volna. Az egyszem fiát magával vitte annak idején, amikor elhagyta Palesztina térségét Júdeába. Maga Jézus is Indiában lelte halálát, ugye Sinagárban található a sírja. Van egy másik könyv is ezzel kapcsolatban, Michael Bagent és Richard Reid, akik kőkemény szabadkőmesek, és szintén nagy szerepet játszottak abban, hogy hogyan próbálták Jézus becsempészni a nyugat-európai királyok vérvonalába. Viszont, hogy Jézus mennyire nem volt zsidó, arra egy zsidó történész ad leginkább választ, Josephus Flavius, aki könyvében lényegében meg sem említi Jézust, mint jelentősebb szemét, kivéve az utalagosan betoldott hamisításoktól, szó sem esik Flavius könyvében tehát zsidóról. Jézus zsidó voltáról. Na akkor még picit folytassuk ezt a témát. Újra mesemondó, ezúttal Lawrence Gardner csatlakozik, aki szintén írt egy könyvet a merovingokról, méghozzá azt találta ki, hogy a merovingok a liliomos jelképet azért választották maguknak, mert szerinte ez a körülmetéri szimbóluma. Nem indokolja, hogy a merovingos vagy az anzsú lilium hogyan kapcsolódik a körülmetéshez. Ez ugye nem tartta fontosnak, de ezt ideírta, hogy hát ezt kérem, ezt jelenti.
Mert most viszont ez a Gardner, hogy az újabb mesemondó, tehát sajnos nem tanulmányozta ezt a hullüstöket, amelyek a csendes óceánt, az Atlanti óceánig sok-sok ezer évvel a merőinkat megelőzően már az Anjou liliumot használják díszítőelemként. Ami valószínűleg egyrészt lilium, lehet, hogy a másrészt pedig tulipán, ugye a tulipán a magyaroknál szent virág, akárcsak a lilium, de a lényeg az, hogy ez életben nem volt Anjou. Ez a lilium, mert nem is volt meroing, ez bizony kőkemény hun szimbolika. Gardner azt is állítja, hogy volt még egy zsidó vérvonal abban az időszakban, méghozzá Septimánia néven egész egy királyságot is birtokoltak Dél-Franciaországban a 4. században. És a gond itt megint az, hogy Gardner sem olvasott történelmet, ugyanis Septimánia, Dél-Franciaországnak az a bizonyos területe, ez Augustus császár rendeletére született lényegében, ugyanis ide telepítette a 7. légió veterán katonáit, ezért Septimánia. És hogy később ezt a területet a vizigótoknak engedték át a különböző csaták és a békekötések miatt, tehát igazából ehhez a vidékhez a Gardner által megnevezett népcsoportnak semmi köze nem volt. Ja, és Gardner még azt megemlíti, hogy mindez a fény szövetsége irányításával és tervei szerint történhet természetesen. Tehát azért volt szükség mindezt felsorolni, mert hogy ide is a földönkívőket kapcsolják a háttérbe, hogy az egészet valójában ők irányították. És itt kapcsolódnak be a fény szövetségen kívül természetesen a reptiliánok. Mint a kígyó testvériség tagjai. De Gardner itt nem áll meg, hát nem is volna igazi mesemondó. Ugyanis a kígyó testvériség nyilvánvalóan rátette a kezét a római egyházra is, hiszen Nagy Konstantin idejében már, ugyanis Konstantin anyja Helena hüllő volt. Hát nem tudom, hogy Konstantin tojta volna, tehát nem tudok ilyen beszámolókat. Jó, ez a vicc kategória, de sajnos maga az ötlet is a vicc kategória. És ugye volt egy kis átmenet időszak, amikor végül Kis Pipin és Nagy Károly koráig eljutunk, amikor a Vatikán feletti uralmuk immár állandósult. Tehát a Vatikánban is a hüllők az urak. De és ez még mind semmi. Ugyanis az 1913-as decemberi évszám az nem más, mint az Egyesült Államok Szövetségi Központi Bankjának megalakulása, és nyilván ez is ugye reptilián befolyása történt, és a bank vezetői is, hát persze kik voltak mások, mint az illuminátusok. Az első világháború német hadsereg által elkövetett kegyetlenkedésekért is a reptiliánok a felelősek. Kétség nem fért hozzá, a japán kormányba is beférkőztek. Sajnos megint az a probléma, hogy a Gardner nem írja azt például, hogy Lenin és kormánya miket csináltak, pedig ők ugye a választottakhoz tartoztak. Róluk megfeledkezik rendesen. A másik világháborút is a reptilianok robbantották ki. Hitler, Hirohito császár és Mussolini is a bérencük volt. Sajnos Gardner nem emlékezik meg arról, hogy Dzsugasvili, azaz Stalin, 33-as szintű rózsakeresztes volt, és ő sem bánt igazán kesztyűs kézzel a saját népével és a saját tagjaival, a családtagjaival, sem az ellenséggel. Viszont van egy másik verzió is, amikor egy William Tompkins nevű katonaember, vagy nyugalmazott tengerésztiszt, már nem tudom melyik volt a kettő közül, azt mondta, hogy a hitleréket a reptiliánok segítették a háttérből. Na most, hogyha engemet a világháború egy földönkívüli faj segít, akkor azt nem tudom, hogy hogyan elveszteni. Például. Tehát most nem azért mondjuk ezt, mert Hitlert szeretjük, mert nem szeretjük, mert attól tömeggyilkosnak tartom én is, csak egyszerűen az arányokat szeretném egy picit érzékeltetni. Touchman, lehet, hogy jól lehetem ki a nevét, a korszak gyíkügyis tudósítója, ezt én nevezem így, szerint Hitlert ugye belehajszolták a háborúba, nyilván elsősorban a Rothschildok, és a többi úgymond választott család viszont, David Icke, hogy őt se hagyjuk ki a sorból, azt állítja, hogy éppenséggel Hitler nem volt más, mint Salomon Meyer Rothschild unokája. Tehát egy újabb kavar, sőt azt is feltételezi David Icke, hogy Hitler alakváltó hibrid volt, és akkor ilyenkor már azt szoktam kérdezni, hogy van ennél még lejjebb? De Icke-ról bővenben beszélünk mindjárt, és csak így közbeszóljuk, hogy
Igen, ugye az ő találmánya, hogy Hitler Rothschild unoka volt. Mert a nagymamája Rothschild házban szolgálta egy időben Hitlernek. Ez tény, oké, csak hogy tudta akkor a Rothschild belerángatni a háborúba, hogy a saját unokája hozzájuk tartozott. Nincs meg a logika. És ugye a zsidók ugye anyai ágon tekintik a leszármazást, tehát ha nagymamája volt Hitlernek érintett, akkor anyai ágon Hitlert kőkeményen ugye zsidónak számították, mert nálunk ez a hagyomány, hogy anyai vonalat követik, mert a gyerek anyja biztos, az apja az már nem annyira. Van egy másik jó ember, a nevét sem meri vállalni, még álnevet sem, ő a Szürke Farkas. Meg lehet találni a honlapját az interneten, bár évek óta már nem nyúltak hozzá, de valóban a honlap még itt-ott elérhető. Ő szerinte Hitler 1 millió fős reptilián klónhadsereggel is rendelkezett. Csű. És ezt Hitlernek a föld alatti urai állították a rendelkezésére. Vámpírok már nem voltak neki? Még egy pár mesemondót keresünk, és szerintem már el is jutunk odáig. Most az a probléma ezzel a Szürke Farkassal is, ha egyszerűen indián nevet vesz fel, hogy miért nem zavarja őt, vagy miért nem zavarta őt az indiánok kiirtását lehetővé tévő szabadkönyves alkotmány, hiszen az amerikai alkotmány abszolút szabadkönyves alkotmány, és annak a létrehozását, kidolgozását megelőző pápai enciklika, amely mai napig érvényben van, és ez a pápai enciklika kimondja, hogy az indiánoknak nincs lelkük, tehát legyilkolhatók szabadon, és nem rendelkezhetnek semmiféle tulajdonnal sem. És ez egy pápai enciklika. Az sem világos, hogy Szürke Farkas, miközben Hitlert és az egész vezérkarát mindenkit reptiliánnak bélyegez, a Hitler Jugendben szolgáló, majd később 16. Benedek néven pápává választott Ratzinger bíborossal, akinek egyenes köze van II. János Pál pápa halálához, miért nem foglalkozik? Azt úgy kiadja. Azt úgy mellékesen sem jegyzi meg. És miért nem foglalkozik azzal, hogy a náci tisztek és háborús bűnösök Argentinába távozását maga a Vatikán támogatta nem kicsit, és az Egyesült Államok titkosszolgálatával karöltve, többek közt ugye Hitlernek a megmenekítését is. Persze itt valaki megint úgy beszúrhatja, hogy korábban mondtuk, hogy a Vatikán is reptiliánokból áll, és ezért volt a segítség. Hát ez most már kézenfekvő. De viszont akkor hogyan lehetséges az, hogy a Vatikán mégis akkor a fényszövetséget támogatja? Tehát egy másik mesemondó szerint. Úgyhogy valamit itt megint nagyon nem stimmel. De folytassuk tovább, és nem sokkal a végére érünk, ígérem. Csak szeretnénk ezt a mesemondást teljesen kielemezni, hogy legyen meg mindenkinek ez az egész történet. Továbbra is maradunk a Szürke Farkasnál, akinek megint csak nem gond, még az Egyesült Államoknak sem okozott erkölcsi problémát, hogy lényegében a második világháborút követően tömeggyilkosokat menekített ki az Egyesült Államokba, is, nem csak Argentínába, és ezek között a tömeggyilkosok közt ugye ott volt Wernher von Braun, aki a NASA igazgató tanácsába kapott később nagyon magas beosztást. Elég rendesen legyilkolt a London lakosságát a Fokker-es rakétákkal, de Amerikát ez nem zavarta. Ugye két csoportjuk... Hát a tudást azért jó lenne átmenekíteni hozzájuk, és akkor ezáltal felmentették alól. Ön meg német állampolgárságuk ellenére bevitték őket, ugye háborús bűnöseket nem fogadhattak volna be, tehát egy csomó-csomó törvénytelenséget csináltak, ezzel nem foglalkoztak akkor sem, most sem foglalkoznak vele. Két csoport járta ugye Európát, egyik a háborús bűnöseket kereste, a másik pedig a technikát. Most a technika minden esetben magasabb prioritást kapott, mint a háborús bűnösök keresése, tehát tömegével vitték ki a német háborús bűnöseket, tudósokat az Egyesült Államokba, aki meg csak vezér, csak idézőben vezérlő szerepet töltött be, meg mondjuk Hitler, őket ugye Argentinába vitték, Mengelétől kezdve, tehát ez egész náci vezérkart szinte oda menekítették. Hát egy 700 oldalas FBI jelentés foglalkozik ezzel, teljesen lekövették, hogy hol és merre értek a német háborús bűnösök kint Argentinába háborítatlanul. És ebben mind benne volt a Vatikán és az Egyesült Államok keze, tehát azért itt, hogy ki a hüllő, meg ki nem a hüllő, azért el lehet ezen gondolkozni. De még mindig nincs vége a mesegyártóknak, sajnos. Ugyanis egy újabb úriember jelentkezik, dr. Richard Boylan, nem tudom miből van doktorátusra, de hogy azt, hogy mire kapta. Amiket állít, az teljesen nonsense kategóriába tartoznak.
ugyanis azt próbálja bogarászni, hogy a NASA-nak van titkos katonai űrprogramja, van, tény. A NASA például 90%-át nyomát nem látjuk. Tény, hogy a NASA egy kirakat szer. Tény, hogy fontosan hazudik a NASA és képeket hamisít, amit csak látunk. Tény. De. Ez az úriember azt állítja, hogy ez a bizonyos TWA-50, ami egy szuperszonikus robotrepülőgép, ez igazából egy antigravitációs hajtóművel ellátott naprendszerben közlekedő űrhajó. Ez sületlenség. Vagy egy másik. Ugye a Lockheed X-22-es vadászgépe egy kétszemélyes sugárfegyverekkel felszerelt antigravitációs csészehaj. Na most a Lockheed X-22-ből lett a Raptor, tehát még csak nem is hasonlít. Tehát ezek ilyen csupaszámgépek, nem csészehajszerűek. Még az is hasonló, egészen más formáják. Vagy azt, hogy a tervező asztalon lévő TR-3A repülőgép, ami egy Iker turbinás repülőgép, csupaszány repülőgép, ez 2000 személyes gigászi utasszállító. Hát persze antigravitációs hajtóművekkel és mi egyebekkel ellátva. De ez akkor most ez hogy kapcsolódik a reptiliánokhoz? Hát úgy, hogy a NASA űrprogramja mögött, a titkos NASA űrprogram mögött is természetesen a reptiliánok állnak, mert készülnek arra, hogy visszafoglalják a Földet a gonosz emberektől. Ismert történet, ismert hazugság, hogy Eisenhower elnök és a szürkék közt egy egyezmény jött létre, viszont az amerikaiak technikát kapnak annak fejében, hogy az idegenek szabadon lopkodhassák el az embereket, az amerikai lakosságot. És ráadásul erre a találkozóra az idegenek nem az űrből jöttek, hanem a Föld alul űrhajóval. Tehát teljesen logikus egyébként. Viszont... És ez a történet egyébként egyfajta alapkő lett úgymond az UFO kutatók részére, holott szerintem semmi logika nincsen benne. Egyrészt, ha az idegenek el akarják rabolni az embereket, ahhoz nem kell paktumot kötniük, meg az amerikaiak hogy tartják számon, hogy akkor most tényleg tartották a magukat ahhoz, hogy most mit 1000 embert rabolnak el, nem pedig 1100-at. És az sem világos, hogy ez a technika, hogy úgymond földön kívül technika, ez hol van. Mert az Egyesült Államok sem hadseregében, sem máshol nem lehet látni ilyen technikát, hiszen azt tapasztaltuk most is, hogy Afganisztánból simán kiverték őket. Yeah. Tehát az afgán hegyi pásztorok a teljesen primitívnek mondott fegyverekkel, géppuskák, ami lehet másnak, meg egy-két rakéta. De erről titkos technológiákról következő részben jobban ki fogunk térni, ezt csak azért hoztuk fel, hogy végül aztán a kis szürkéket kicserélték a reptiliánokra, mint hogy valójában velük van megkötve a paktum. Nem lehet már követni, úgyhogy azért szeretném bemutatni az egész jelenséget Lacival közösen, hogy lássák, átlátni azt ország nem fogják, mert mi sem látjuk át. Csak hogy egyáltalán mik terjengenek és ezek honnan vannak. Vöröskönyvről még néhány szót, leírja ebben a névtelenséget vállaló titkos visszavonult ügynök, hogy továbbra is működnek ugye a DNS módosítások, és most az a szándék, hogy olyan emberi hibridet hozzanak létre, amely már az emberi lelket sem képes befogadni. Erre már nem tudok mit mondani, és ezt már 50 éve csinálják, sőt, már több millió idegen hibrid jár közöttünk, ezek már másod és harmad generációs hibridek is részben, és valamennyien rendelkeznek paranormális képességekkel, és a negyedik dimenzión keresztül irányítják őket, valamint, és ez nem tudom, hogy jön ide, a bajor illuminátusok. Hát, hogy ők sem maradjak ki a sorból. Tényleg, őket még nem soroltuk. Minden már megvolt, csak ők nem. Akkor ehhez, ez az én kérdésem, olyan a többi szabadkönyves pár, hogy mit szól, hogy itt a bajor illuminátusok ilyeneket kísértezgetnek. Teljesen döbbenetem. Azután az előbbi egyezmény, Eisenhower elnökkel kötött egyezmény keretében épült meg volna meg általában a Dulce bázis. És azért pont ott, mert a reptiliánoknak és itt kapcsolódnak ugye a szürk a reptiliánokhoz, már több ezer éve ott működő bázisuk van. Újabb mesemondó lép a történetbe, Phil Schneider, aki az építkezés során az idegenekkel még tűzpárbajba is keveredett. Csak azt nem értem, hogy az ő koltjával idegen nem bírt lelőni, az még oké.
de az a csúcs szuper technikájú idegek, csak el sem találták, azért az olyan égő, nem? Tehát ez nagyon cigi. Phil Steinerre nagyon sokan szoktak hivatkozni, mint hiteles ember, mert hogy később ő meghalt, tehát de bizonyítottam gyilkosság által. Itt azért felvetődik az a kérdés, hogyha el akarták ezt miatt tenni lábaló, hogy ő ezt a titkot kikotyogja, miért hagyták, hogy 2 éven keresztül erről tartson előadást hetente? Tehát értelemszerűen akkor már legelején elteszem lábaló, hogy elmondjon valamit, de hát semmi ilyesmi nem történt. Más miatt tölték meg, neki tényleg van egyfajta katonai múltja, de nem ez miatt. Laci megelőzött, mert ezt akartam volna, hogy... Ja, azt nem tudtam, oké. Az olyan jó, hogy megbeszéljük a dolgot. Szóval azt akartam mondani, hogy amikor a Schneider a szerepét eljátszott, akkor hirtelen öngyilkos lett. Én ezt a verziót tudtam még meg. És én ebből azt vontam le, hogy ezt úgy kell érteni, hogy személyiséget váltott. Tehát, vagyis egy másik államba átköltözött, miután jól megszedte magát. Ugyanis lásd a legutóbbi ukrán események, amikor egy gyilkosságot eljátszanak. Csak ugye most tudtuk, hogy ezt eljátszották. Semmi, de semmi nem szól nagyon sokszor abban az esetben elne, vagy mellette, hogy egy esemény megtörtént-e vagy sem. Tehát már ez sem. Egészen ennyi dezinformáció után nem lenne meglepő ez a verzió, hogy tényleg csak eljátszották úgymond a halálát, és ő maga még vígan él valahol. Megtudta magáit, mehet. Vagy a Challenger űrhajósai saját nevükön élnek, nem is egy közülük, másik államban, kutyának nem tűnnek föl. Amerika el lehet tűnni saját néven is. És hogy menjünk tovább, egy Branton nevű embernek a geek, bocsánat, most már ebben sem vagyok biztos. Ez a Phil Schneider-fél történet, ez egy teljes horrorregényt kerít, mindenféle emberi maradványokról, meg tömeggyilkosságokról, meg borzasztó. De ez még mind semmi. Már a Marson is vannak a reptilián és emberi közös bázisok, és a marsi bázisokon, a reptiliánokkal közösen emberi szuperkatonák dolgoznak. És akkor ugye a mesemondó Randy Kramer lép a színre, és vajon puszta véletlen volna, teszem fel a kérdést, hogy a füzimiskája vajon miért hasonlít annyira a többi mesemondóihoz. Ez egy olyan gyanús ez a megjelenés valahogy. És ő leplezi le a Solar Warden nevű titkos katonai űrkontingenst. Sőt, az is kiderül róla, hogy a riportere éppen Michael Sala volt, aki az Exopolitika ismert alakja és mesemondója. Sajnos nem kérdezte meg Sala Kramertől, hogy miközben 17 évig élt általában a Marson, és egy tömegmészállást, ami a reptiliánokkal folytatott háború következtében zajlott, hogy éppen ő élt a túl, mert még talán néhányan, egyáltalán 17 év után hogy bírt visszajön a Földre? Hogy volt képes itt egyáltalán lábra állni? Hogy volt képes a szíve itt egyáltalán néhányat verni, ugyanis a földi gravitáció dupla akkora, mint a marsi? Nem lehet csak, hogy átruccani vissza, tehát nem így működik. De Charles ezt a kérdést nem tette föl. Itt majd a következő részben visszatérünk ezekre a szuperkatonákra, meg a marsi harcokra, meg Szallára is. Tehát ez már nagyon az exopolitika vonala. Kőkeményen, de beletette a gyíkok a farukat, a orrukat ebbe a témába. És a helyzet az, hogy a NASA, mint olyan, az amerikai polgár és űrhivatal manapság, egyetlen rakétát sem képes felbocsátani. A NASA-nak nincs rakétája, űrhajója meg főleg. 7 éve az oroszok viszik fel az amerikai űrhajósokat. Nincs a NASA-nak semmiféle űrhajója. Persze itt most bátran közbevethetné valaki, de igen, van csak az titkos, meg sokkal fejlődő. Lehet, de titkos űrprogramja, az egyetértek, de azért ezt látni kell, hogy nincs igazából hivatalosan. Még egy rakétájuk se, nemhogy űrhajójuk. Nos, és akkor még nincs vége, de én viszont rögtön be fogom fejezni, ugyanis egy újabb űrlet ütötte fel a fejét, sajnos ez valóban űrlet. Tehát ez számomra ez valóban űrlet. Ez pedig a transhumanizmus nevű mozgalom, ugyanis a reptiliánok, kik mások, azon mesterkednek, hogy az embereket ebben a szép megfogalmazásban, hogy transhumanizmus, egyesítsük a robotokkal, magyarán az emberekbe egyre több és több robotikus eszközt építsenek bele, az emberek testi funkcióit és az érzelmi életét és agyműködését egyre inkább gépek uralma alá vonják, hogy lehessen őket tetszőlegesen irányítani.
És sajnos erre bizony vannak a jelek, nagyon komoly jelek, azért mondtam, hogy őrület. És sajnos nagyon sok emberbe bele is megy, hogy a kezébe ültessék bele a bankkártyáját, a különböző azonosítójait, hogy az agyába implantátumok kerüljenek, hogy a számítógépekkel közvetlenül összebírjon kapcsolódni, egy virtuális világot létrehozni. Az számára igen, erre sajnos vannak tálatok, és én nagyon félek attól, hogy ez viszont reális veszély, és ennek köze nincs a reptiliánokhoz, viszont a szaladkövesnek van köze, nem is kevés, hiszen nekik teljesen mindegy, hogy az ő általuk birtokolt hasznot azt emberek vagy robotok termelik meg, nekik a haszon a lényeg. És bizony, ebben az irányban nagyon komoly az elhatározásuk, hogy ezt el akarják érni. Egyfajta szép új világot, ahol a néhány szaladkövés család egy robotizált gép társadalom felett uralkodik, de ez valahogy nekem nagyon nem tetszik, és önöknek. Igen, itt a transzhumanizmusról megosztanak a vélemények, valaki eléggé elítéli negatív irányban, valaki pedig a pozitívat látja benne, hogy a amiért gépekkel úgymond, hogy különböző alkatrészekkel ki vagyunk pótolva, így az élethosszunk az megnövekszik jócskán, esetleg a hibás szerveket lehetne helyettesíteni, tehát itt orvosi szempontból, meg egészségügyi szempontból úgymond meghosszabbíthatnánk az életet, tehát van egyfajta pozitív visszhangja is, csak itt ugye a kételkedők is, vagy éppen akik negatívan ítélik meg, nem tudják eldönteni, hogy akkor most mi lesz a határ, hogy ki ember még, és ki gép. 200 éves ember, és az a gondom nekem személy szerint ezzel, hogy jó, orvoslag abszolút indokolt lehet, egyértelmű. Igen, ám csak azt a gépet bármikor központra ki lehet kapcsolni. Tehát ki dönti el, hogy akkor én mennyit éljek? Akkor már nem én döntöm el, vagy nem az én egészségállapotom dönti el, hanem valaki egy kapcsoló mögött. Tehát így meg kontrollálható az abszolút. Emberiség, és persze ki akarja... Élethalál urai lehetnek. Igen, és ki akarja kontrollálni, hát természetesen a reptiliánok. Itt hagytam azért most nagyon sokat beszélni Lacit, mert mondtam, hogy... fogja pótolni majd. Igen, tehát itt mondtuk, hogy a különböző vázlatokat meg pontokat írtunk össze, hát az övé teljesen eltért az enyémtől, jobban ezt a exopolitikai vonalat mondta bele, meg a sok íróét, én pedig másokat írtam föl, és csak közbeszúrtam valamit. Hát ugye itt ez a sok szerző, akit felsorolt Laci, látni, hogy mekkora nagy káosz az egész, egyáltalán nem passzolnak össze egymással, és ugye itt jött szóba David Icke, tehát ő a focival foglalkozott, aztán újságíró volt, és akkor egy élmény során úgymond megvilágosodott, amikor is átváltott ezekre az összeesküvés elméletekre, és azóta ő lett a leghíresebb úgymond ezzel a területen. És amiket itt Laci felsorolt, hát ő ezeket egybe gyúrta, aztán később pedig őtől loptak át egy csomó mindent, tehát Icke az beszél arról, hogy üreges a hold, beszél aztán ugye a vérvonalakról, beszél arról, hogy a ősidőkben mikor jöttek ide a reptiliánok, gyíkemberek. Tehát itt, amiket Laci felsorolt, nagyjából az Icke egybegyúrva, azt lehet mondani. Tehát ő a főforrás. Igen, ő a főforrás. És hát én nem akarom egy az egybe elítélni Icke-ot, mert nagyon jó pontokra rá is tud mutatni viszont. Tehát itt a különböző politikai, meg média hazugságaira, vagy éppen manipulációira. És az ugye szóba került Alex Collier kontakt, aki már egyáltalán nem hiteles. Hát például Collier ugye különböző fajokkal tartotta a kapcsolatot, és ezek közül az egyik a reptilian faj is volt. Hát Colliernek volt egy olyan elszólása, most lehet, hogy vagy 1999 volt, vagy 2012, már nem tudom pontosan, hogy na akkor nagyon nagy változások lesznek, le fognak szállni a Földön kívül, tehát ezek a tipikus proféciák. A honlapja persze a fele abból áll, hogy mennyit akarsz neki utalni pénzileg, és hát mikor ez a profécia nem teljesült be, akkor egy normális ember azt mondaná, hogy oké, kamusztál, és akkor többet nem nézik, vagy nem hallgatják. Ez képest mi történt? Collier azt mondta, hogy nem ő hazudott, hanem neki hazudtak az idegenek. Hát ezzel már nem lehet mit kezdeni. Aki ezt még beveszi, és még ezek után is bátran utalgatja neki a pénzt, hogy letölthesse a könyveit, meg az előadásait, hát az én már csak gratulálni tudok. Ez már nagyon naív dolog. És hát ugye Icke is nagyon sokszor tárgyalja a Colliert, a fórumján is lehet róla olvasni, meg a különböző reptilián történetekről. Negatív dolog, ez nagyon megosztotta az Icke rajongókat is, akik egyébként több millióan vannak, tehát az Icke az
az egyik leghíresebb összeesküvés elméletes, úgymond szakember, hogy ő azt, egyszer azt mondta magára, hogy valójában ő Isten. De ezt egy halál komolyan kijelentette. Persze az nem zavar senkit még, hogy körülbelül nem is tudom hány tucat ember állítja ugyanúgy ezt magáról, még majd Jézus reinkarnáció. Igen, vagy Jézus reinkarnációja. De jó, nekünk mennyi Jézusunk van. Jézusom! Legalább egy volna az igazi. Igen. Milyen jó lenne. Tehát ilyen elszólásai is voltak, és így ez arra billenti a mérleget, hogy neki vannak valóban jó meglátásai, de egyben vannak ilyen erős csúsztatások is, és ugye felvetődik ilyenkor, hogy ő most kinek az oldalára játszik valójában. És hát Ike szerintem nagyon sok dologban jól meglátásai vannak, ahogy mondtam, viszont én ez mögé nem tenném a reptiliánokat, vagy bármilyen másik földön kívüli fajt. Itt kizárólag az emberi gyarlóságról, meg a hatalomélységről van szó. Meg az üzletről. Meg az üzletről és a pénzről. És ezt szerintem nem kell rákenni szerencsétlen földön kívüliekre. Persze. Igen. Tehát, hogyha ide jár egy faj, és tényleg valamilyen szinten úgymond lenéz minket, vagy kontrollálni akar minket, az nem évszázadokig teszi úgy, hogy itt mozgatja a tőzsdét, a politikát, meg mindent, hanem egyszerűen leszáll az űrhajójával, mindenkit bilincsbe ver, úgymond, és akkor kész, ti vagytok a szolgák. Nem fognak itt szórokozni velünk évtizedekig, meg évszázadokig úgy, hogy egyébként mi ebből elvileg mi semmit nem érzékelünk, csak úgymond a politikusokat látjuk. Szerintem ez emberi gyarlóság, a politikusok szó szerint emberek, a bankárok szó szerint emberek, nem pedig reptiliánok, vagy félvérek, vagy bármi hibridek. Ilyesmi, vagy hibridek, igen. Még itt azt még azért pozitívunként itt be lehetne itt szúrni a gyíkemberekhez, hogy voltak UFO észlelések, amiben hüllőszerű lények is szerepeltek, ez való igaz, de ez sokkal-sokkal később jelentek meg, mint egyébként úgymond az, vagy a science fiction irodalomban jelennek meg ezek a lények, vagy pedig a tévés műsorokban, mint a sorozatokban és filmekben. Például 1959-ben volt az Aligátor ember, szimple ez a címe, akinek hát humanoid teste van, de aligátor feje. Aztán 1966-ban ment a Star Trek sorozat, abban is előfordul az a tipikus gyíkember ábrázolás, hogy 1968-ban ott van a Rosemary Baby, aztán még a 82-es Conan és a Barbárban is van egyfajta uralkodó, aki ember, aztán szépen lassan mutatja ott a film, hogy átalakul egyfajta kígyószerű lényé, aki persze megőrizte a humanoid alakját, tehát itt azt mutatná, hogy ő valójában egyfajta idegen lény. Alakváltó, igen. Tehát ezek az a baj, hogy amiket most a reptiliánokra elmondanak, azok sokkal előbb, vagy bocsánat, sokkal később bukkannak föl, és ezeket megelőzi a sci-fi irodalom, meg a különböző szórakoztató filmek. És ugye Ike egyik nagy koncepciója az, hogy mint említettük, hogy a bankárok, meg a hatalomélyes emberek között valójában gyík emberek vannak, állnak. Hát Ike-ot bőven megelőzte egy 1988-as film, ez az Elpusztíthatatlanok, amiben a főszereplő talál egy olyan szemüveget, amit hogyha feltesz, akkor látja a való világot. És hát észreveszi, hogy a különböző újságokon manipulatív tartalmak olvashatóak, például ne gondolkozz, nézd tévét, engedelmeskedj, ne legyek kérdéseid, ugyanazok, amiket sokkal később Ike úgymond kész tényként közöl, és hát mikor a szemüveget fölteszi az illető, észreveszi, hogy a emberek mögött valójában földön kívülek állnak, és ugye ez a dolog megtalálható később Ike-nál. Hát mi itt nem azt akarjuk mondani, hogy a média az nem manipulatív, vagy nem akarnak valamilyen szinten befolyásolni minket, esetleg megvezetni, hanem az, hogy bizonyos tényként kezelt dolgok sokkal erőbb megtalálhatóak a filmekben, vagy az irodalomban. Persze most valaki felveti, hogy igen, mert már ott tudta a szerző, meg tudta a filmkészítő, meg beleveszi, de hát miért akarnák ezt nekünk elárulni, mikor pont az lenne a cél, hogy minket vezessenek meg? Ennek semmi logikai értelme nincsen. Ami még viszont pártolja úgymond a reptilián vonalat, hogy az 1950-es években egy paleontológus, Dale Russell, tovább gondolta azt, hogy mi lett volna, ha dinoszauruszok nem halnak ki. És hát nagyon érdekes,
mert hogy a dinoszauruszok előbb-utóbb úgy fejlődtek volna tovább, hogy humanoid testalkatuk van, és nagyon hasonló az ábrázolások, ezekről azt hiszem, hogy van fél bábot is készítettek, tehát hogy ezek hogy néznek ki, vagy hogy néznének ki, valamint grafikákat is, és hát olyanok, mint a kis szürkék, azt lehet mondani, csak kicsit masszívabbak, szőr nélküliek természetesen, és elvesztik a farkukat, mert ugye a dinoszauruszoknak azért volt az a hosszú farkuk, hogy egyensúlyba tartsák a testüket. De hogyha a gerincük felegyenesedik és két lábbal járnak, akkor ugye a farokra már nincsen szükség, maximum valami rövid csökevény lehetne. Tehát Dale Russell azt mondta, hogy ha tovább fejlődtek volna a dinók, akkor igen, nagyon-nagyon hasonlóak lennének, mint a mostani reptiliánok, csak hogy ugye, mint említettem, ez a Dale Russell elmélet is sokkal-sokkal megelőzi a reptilián elméleteket, és valószínűleg ez a paleontológusnak a munka is befolyásolta a későbbi összeesküvés elméleteket. A másik pedig, hogy ugye nagyon sokszor úgy számolnak be a reptiliánokról kinézett terét, tehát az egy tipikus gyíkember, akiknek szárnyaik vannak, meg hosszú farkaik. Hát ugye most mondtam, hogyha valaki már két lábon járt, teljesen fölösleges, sőt még zavaró is lehetne, hogyha hosszú gyíkszerű farka van. A szárnyat meg szimplán én nevettem rajta, tehát ez egyértelműen sárkány mítoszokból van átlopva. Totál fölösleges egy 3 méteres izom tömegnek szárnyakat helyezni a hátára. Tehát ez szerintem csak a fantázia terméke. És ami még nagyon fontos, ugye említettük Zicsint, aki azt mondta, hogy az istenek a Mardukról jöttek, vagy bocsánat, nem a Mardukról, hanem a Nibiruról jöttek. Itt Ike azt akarja nekünk mondani, hogy egyértelműen a sárkány csillagképből jöttek ezek a lények, tehát a Dráku csillagképből. Alpha Draconis. Alpha Draconis, ami szerintem megint nem állja meg a helyét, mert az a Földről csak mi kötöttük úgy össze ezeket a egymástól nagyon nagy távolságra lévő csillagokat, hogy abból kijön egy csillagkép. Pont az. Igen, na már most kicsit nem fura, hogy az általunk elnevezett sárkány csillagképből sárkányszerű lények jönnek, hát ez szerintem vicc. Tehát a hattyú csillagképből pedig hattyú lények jönnének ide a Földük. Delfin meg delfin. De a delfinről delfin. Tehát a többit nem már végig se soroljuk. Most 200 van. Tehát ez egyáltalán nem állja meg a helyét, és egyszerűen ezen meg vagyok lepődő, hogy ezen senki nem gondolkozik el a hívei között. Fel sem merül. Fel sem merül. Hívő nem gondolkozik. Tehát most adtunk egy jó nagy kritikát David Icke-nak, de persze nem mondjuk azt, hogy nem mond jó dolgokat, mert tényleg a média manipulatív, sokat hazudnak nekünk, de ezek mellett ott van egy csomó dolog, ami nem állja meg a helyét, és szerintünk egyáltalán nem gyík emberek vannak mögöttük. Vannak bizonyos pontok, amikor az UFO irodalomban esetleg szóba jöhetnek hüllőszerű lények, de ennyi dolgot hozzájuk társítani, hogy szerintünk egy rossz irányvonal. És ez egyre jobban-jobban bővül, bonyolódik, aminek se eleje, se vége, értelme sincsen. Tehát, hogy szerintem lehetnek olyan földönkívüli lények, akik esetleg pikkelyek, vagy hüllőszerűek, mert miért ne lehetnének, ez biológiai szempontból nem lehetetlen. Vannak úgymond régi ősi mítoszok, ahol ilyen lényekről számolnak be. Aztán most a UFO beszámolóban nagyon ritkán előfordulnak, de ezek bőven a magas szürke idegenek és a kis szürkék után jöttek be szintén a képbe, tehát nem a legelejétől jelennek meg. De az összes többi, ami ehhez kapcsolódik, hát az úgymond nem állja meg a helyét, finoman szólva. Az én konklúzióm az, hogy kérnek mindig bizonyítékot, és nem árt, hogyha az ember igazolja a hitelességét, hogy milyen szakmai és tapasztalati háttérre rendelkezik. Mert ez a mondani valóját is alátámasztja, vagy éppensége nem támasztja, ezek nagyon fontos kritériumok a számomra, hogy egy embernek a hitelességét, szakmaiságát elismerjen. Igen, viszont még itt eszembe jutott valami, ez pont hozzád kapcsolódik, hogy akkor most így ezek alapján hogy ítélne például a Lacerta interjút, mert abban is egyfajta hüllőszerű lény van, és azt hiszem pont a honlapodon is olvasható. Igen, teljesen alaptalnak ítélem meg ezt az interjút, légből kapottnak. Hát ahogy itt bárki elolvassa azt az interjút, a szokásos összeesküvés elméletes klisék vannak egybegyúrva. Tehát mindenki arra hivatkozott, hogy ez milyen nagyszerű írás, meg nagyon bő leírást ad mindenről, mindent érint, hát, de hát ilyet mi is összetudnánk írni Lacival. Nem ilyen szándékkal vagyunk. Igen. És hát ez az interjú is úgymond honnan indult ki, David Icke fórumáról. Ennyi. Tehát el lehet hozzájutni elég sűrűn. Tehát mi az Ike-ot úgymond
nem azt mondjuk, hogy sarazni akarjuk, de sok minden nem állja a helyét, de nagyon jó előadó készséggel rendelkezik, azt el kell ismerni. És hát akkor most végül is elmondtuk a véleményünket, van minimális alapja a reptiliánoknak, de erre inkább 80%-ba rápakolódik egy csomó minden, ami szerintünk fölösleges és nem állja meg a helyét. Tehát akkor a nyereményjáték következik. A Laci könyvét szeretnénk most folyamolni. Ami hogyhogy nem a reptiliánok hüllő emberek címet képviseli. Teljesen véletlenül. És a kérdésem az volna, ide csatlakozó volna, hogy mely csillagot szokták megnevezni a szürkék otthonának. Igen, vigyázzat, nem a hüllő emberek, hanem a szürkék otthonának. A szürkék otthonának, ezt az egy csillagnevet kérem szépen beküldeni. Méghozzá július 15-éig. Igen, a dátumot. 7. hó 15-ig kérem. Tehát ezt a könyvet lehet megnyerni, itt közelebb is mutatom. Ebben különböző elméletek vannak ugye a gyíkemberekről, hát most mi egy picit negatívabban mutattuk be őket, de én ebbe a könyvben nem foglalok állást. Aki nagyon érdeklődik a téma iránt, ebbe mindent meg fog találni. Van benne olyan is direkt, amiről mi nem beszéltünk, és van benne olyan is persze, amit érintettünk valamilyen szinten, de ez egy ilyen kis összefoglalója az egésznek katonai szempontból, mítoszok szempontjából, idegek elrablása szempontjából, tehát mindent körbeölel. És akkor ezt lehet megnyerni, és persze mind a ketten majd alá fogjuk írni a szerencsés nyertesnek, és a szokásos e-mail címre, amit itt mindjárt meg is mutatunk a képernyőn, oda várjuk a válaszokat. Nagyon szépen köszönjük ezt a sok-sok és hosszú figyelmet ennek a tényleg hosszú adásnak a végén. De reméljük tisztában látnak valamilyen szinten. Köszönjük szépen, sziasztok!